Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. Sziasztok, Livia vagyok. Hi, I'm Livia. Nice to meet you. In this series, we are going to learn basic Hungarian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Hungarian. There are only 2 sentences you need to do it. But first, it is important to clarify that in Hungarian there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Hungarian people introduce themselves in an informal situation. Szia, Livia vagyok. Örvendek. Hi, I'm Livia. Nice to meet you. Szia, Livia vagyok. Örvendek. Start by saying Szia. Then say your name. And then, vagyok. Szia, Livia vagyok. Finally, say, örvendek. Szia, Livia vagyok. Örvendek. And now, let's see the same sentence in formal speech. Jó napot kívánok. Szőlősi Livia vagyok. Örvendek. Good day. I'm Livia Szőlősi. Nice to meet you. Jó napot kívánok. Szőlősi Livia vagyok. Örvendek. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Szia has been substituted with the formal greeting, Jó napot kívánok, Hungarian for good day. Livia vagyok has not been changed. Vagyok stands in both cases for I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Szőlősi Livia. Here, you would say your full name. Note that for Hungarian people, family names come first, followed by the given name. However, you don't have to reverse your name when introducing yourself. You can say Örvendek in both situations. One more time. The informal way to introduce yourself in Hungarian is Szia, Livia vagyok, Örvendek. The formal way to introduce yourself is Jó napot kívánok. Szőlősi Livia vagyok. Örvendek. And now it's time for Livia's tips. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. Jó napot kívánok is a very formal expression. Sometimes people just say Jó napot when greeting each other. Both are polite, so you don't have to worry about making a mistake. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm means thank you. When saying thank you very much, you just need to add szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is like saying thank you kindly. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Hungarian. Köszönöm is the more formal way to thank someone. If you want to be more casual, there's another phrase you should use. Köszi. Köszi. Köszi is an abbreviation of köszönöm, meaning thanks. You would use this phrase when talking to friends. How do you answer? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is nincs mit. Nincs mit. Nincs mit literally means nothing to thank for, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression szívesen. Szívesen. Literally, this phrase means kindly. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says köszönöm to you, simply reply with nincs mit or szívesen. Now it's time for Livia's tips. You can use both köszönöm and köszönöm szépen in informal situations. But be careful about köszi,
since it is really casual. Don't use it with superiors or people you have just met. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying köszönöm. In this lesson, we will learn some of the most common greetings used in Hungary. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. The most commonly used informal greeting is szia. Szia. Szia means hi, hello, or goodbye. We use it when we meet, but also when we leave. We should only use this greeting with friends or relatives. If there are more people present, you should use sziasztok, which basically means hi guys. Now let's continue by discussing the formal way to greet people. Jó napot. Jó napot. Literally, jó napot means good day. In the morning, we say jó reggelt, which means good morning. Jó reggelt. During the evening, we say jó estét. Jó estét. Este is Hungarian for evening, but when saying good evening, you have to say estét. When saying goodbye in formal situations, Hungarian people use viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra means goodbye. You can also use its shorter form, viszlát, which is less formal. You can say this to a shop assistant, for example. With your friends, you should use szia when speaking to one person, or sziasztok when there are more people present. Szia. Sziasztok. Now you can greet people in many different ways in Hungarian. Let's look at them all again. When meeting older people or someone we don't know, jó napot. When leaving in a formal situation, viszontlátásra. When leaving in an informal situation, viszlát or szia. It's easy, isn't it? And now it's time for Livia's tips. In formal situations, Hungarian people commonly greet each other by shaking hands. Girls greet their friends, including guys, with a kiss on both cheeks. Girls, don't be afraid to try it with your Hungarian friends. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Hungarian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you are asking it in Hungarian, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Beszélsz angolul? Beszélsz angolul? Beszél means to speak. In Hungarian, verbs change depending on the active voice. You don't have to say the pronoun here. It is already built into the verb. Beszélsz means do you speak? Angolul literally means in English, with angol meaning the English language. Beszélsz angolul? We are now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is ön. In this case, you have to include the word in the sentence. Also, we will have to conjugate the verb beszél differently. Beszél ön angolul? Beszél ön angolul? Adding elnézést, excuse me, the sentence becomes even more polite. Elnézést, beszél ön angolul? Elnézést, beszél ön angolul? The responses you will receive could be one of these three. Igen. Yes. Igen. Egy kicsit. A little. Egy kicsit. Nem, nem beszélek angolul. No, I don't speak English. Nem, nem beszélek angolul. Since this last one is a negative statement, we need to say nem before the verb beszél. Notice also that the verb beszélek is slightly different than beszél. Remember, the verb changes depending on the active voice. Beszélek indicates the first person pronoun, meaning I speak. Adding nem in front of it changes the meaning to I don't speak. Now it's time for Livia's tips. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need.
Hungarian people study other languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute angolul with olaszul for Italian, oroszul for Russian, spanyolul for Spanish, németül for German. In this lesson, we mentioned the expression elnézést. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Hungarian. It's never too late to show your good manners with Hungarian people. I will see you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben. Sziasztok! Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Sziasztok! Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest, and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the phrase elnézést, beszél ön angolul? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word elnézést, which means excuse me in formal Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use elnézést and other words when apologizing in Hungarian. We should use elnézést in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, elnézést, egy kávét kérek. Excuse me, a coffee please. Elnézést, egy kávét kérek. We can also use it when asking a question. Elnézést, merre van a vár? Excuse me, where is the castle? Elnézést, merre van a vár? Sometimes we also hear people say bocsánat, which basically means the same thing as elnézést and can also be used to get somebody's attention. Bocsánat. We can also use the phrase ne haragudjon. You might hear this phrase translated as forgive me in English, but it literally means please don't be angry. Since it's quite formal, it's better to simply use elnézést instead. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is sajnálom. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Sajnálom. And now it's time for Livia's tips. Please remember that in Hungary, if you accidentally bump into someone, you can use both elnézést and bocsánat, meaning excuse me. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Hungarian, including elnézést and bocsánat. In this lesson, we are going to learn numbers in Hungarian. Yes, numbers, számok, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes, 3 percben. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! What is before 1? Do you know? In Hungarian we say nulla. Nulla. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Hungarian. Let's try it together. We will use the phrase a telefonszámom, which means my number is a telefonszámom. A telefonszámom 0-6-1-3-1-7-8-5. Can you read it by yourself?
Nulla, hat, egy, három, egy, hét, nyolc, hat, öt. Perfect! Now it's time for Livia's tips. When we go to the bank or post office in Hungary, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they call your number. Learn your numbers well, so you can be ready. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you remember? In case you don't, I will tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now, let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and finally we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you might have noticed that they all start with 10, which means in the tens. The latter part is the same as the singular numbers. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I will give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. The last thing you will learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Hungarian? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6, 6. 56. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8, 8. 98. The only exceptions are the 20s. 20 is 20, but when saying 21, 22, and so on, 20 changes to 20. For example, 21, 21, 22, 22, and so on. Now it's time for Livia's tips. Make sure you pay attention to the pronunciation. For example, 20 is 20 with a long U, but 21 is 21 with the U pronounced short. 4 is 4, but 40 is 40. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Hungarian. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Hungary? If not, I will be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! In the last lesson, we learned how to count in Hungarian. I hope you spend some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We are going to learn how to go shopping in Hungary. Before we go, you need to know how to say how much is it? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Are you ready to go shopping in Hungary? Let's go! You see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is elnézést,
Do you remember what that means? Excuse me. Elnézést, mennyibe kerül? Elnézést, mennyibe kerül? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we need to add the word as, meaning this, and then an article. Now you need to be mindful of the first sound of the word. If it's a vowel, you have to use the article az. If it's a consonant, use a. Elnézést, mennyibe kerül ez a kalap? Excuse me, how much is this hat? Elnézést, mennyibe kerül ez a kalap? Let's see a word that starts with a vowel. Ing. Elnézést, mennyibe kerül ez az ing? Excuse me, how much is this shirt? Elnézést, mennyibe kerül ez az ing? At this point, the shopkeeper usually answers with a price only. For example, 1500 forint. What number is 1500? I'm not telling you. Okay, it's 1500. It costs 1500 forints. Now it's time for Livia's tips. A quicker way to ask how much is to say as mennyi, which literally means how much. Even when you ask for a coffee at the counter of a Hungarian bar, you can ask the cashier mennyi egy kávé? How much is one coffee, please? At this point, can you count forints in Hungarian? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben. Sziasztok! Egy nő megkér valamire egy eladót a könyvesboltban. Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon. Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Egy nő megkér valamire egy eladót a könyvesboltban. Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon. Egy férfi és egy nő néznek egy étlapot egy étteremben. Mit rendelt a férfi? Mit szeretnél rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Mit rendelt a férfi? Egy férfi és egy nő néznek egy étlapot egy étteremben. Mit rendelt a férfi? Mit szeretnél rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Egy férfi egy klinikával beszél telefonon. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? 6 óráig. De 5:30 előtt jöjjön, kérem. Rendben. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Egy férfi egy klinikával beszél telefonon. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? 6 óráig. De 5:30 előtt jöjjön, kérem. Rendben. Egy fiú a naplóját olvassa. Mit csinált a fiú legelőször aznap? Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába, és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is.
Ez egy nagyon jó nap volt. Mit csinált a fiú legelőször aznap? Egy fiú a naplóját olvassa. Mit csinált a fiú legelőször aznap? Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába, és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is. Ez egy nagyon jó nap volt. Egy nő és egy férfi egy fényképet néz. Melyik fényképet nézik? Ez a fiad foci csapatának a fényképe, ugye? Melyik a te fiad? Ez az. Ó, ő a legmagasabb a csapatban. Magasabb nálam. Melyik fényképet nézik? Egy nő és egy férfi egy fényképet néz. Melyik fényképet nézik? Ez a fiad foci csapatának a fényképe, ugye? Melyik a te fiad? Ez az. Ó, ő a legmagasabb a csapatban. Magasabb nálam. Egy férfi és egy nő beszélget. Mikor mennek moziba? Nem megyünk el megnézni egy filmet jövő szombaton? De. Nagyszerű lenne. De reggel dolgoznom kell. Mikor végzel a munkáddal? 2 órakor. Akkor találkozzunk a kávézóban 3 órakor, és nézzünk meg egy filmet 4 órától. Rendben. Mikor mennek moziba? Egy férfi és egy nő beszélget. Mikor mennek moziba? Nem megyünk el megnézni egy filmet jövő szombaton? De. Nagyszerű lenne. De reggel dolgoznom kell. Mikor végzel a munkáddal? 2 órakor. Akkor találkozzunk a kávézóban 3 órakor, és nézzünk meg egy filmet 4 órától. Rendben. Egy férfi egy eladóval beszél. Melyik inget fogja megvásárolni? Mit gondol, melyik inga jobb, a fehér vagy a kék? Nos, szerintem a kék jó. Az jól megy a szürke kabátjához. Úgy gondolja? De az nem megy a piros nyakkendőmhöz, vagy? Hát, igen. Egyetértek. Rendben, akkor a fehéret kérem, nem a kéket. Melyik inget fogja megvásárolni? Egy férfi egy eladóval beszél. Melyik inget fogja megvásárolni? Mit gondol, melyik inga jobb, a fehér vagy a kék? Nos, szerintem a kék jó. Az jól megy a szürke kabátjához. Úgy gondolja? De az nem megy a piros nyakkendőmhöz, vagy? Hát, igen. Egyetértek. Rendben, akkor a fehéret kérem, nem a kéket. Férfi a hamburgeresnél. Milyen menüt fog rendelni? Elnézést, kaphatnék egy különleges hamburger menüt? Természetesen. Kérem, válasszon. Sült krumplit vagy salátát szeretne? Salátát legyen szíves. Rendben. Válasszon italt, kérem. Kólát kérek. Milyen menüt fog rendelni? Férfi a hamburgeresnél. Milyen menüt fog rendelni? Elnézést, kaphatnék egy különleges hamburger menüt? Természetesen. Kérem, válasszon. Sült krumplit vagy salátát szeretne? Salátát legyen szíves. Rendben. Válasszon italt, kérem. Kólát kérek. A tanár süteményt süt. Mit rakott bele a tanár? Ma süteményt fogunk csinálni. Először is keverjük össze a vajat és a cukrot.
Azután adjunk hozzá két tojást, és alaposan keverjük össze. Adjunk hozzá lisztet, és könnyedén keverjük össze. Tegyük be a sütőbe, és süssük 50 percig. És már kész is. Mit rakott bele a tanár? A tanár süteményt süt. Mit rakott bele a tanár? Ma süteményt fogunk csinálni. Először is keverjük össze a vajat és a cukrot. Azután adjunk hozzá két tojást, és alaposan keverjük össze. Adjunk hozzá lisztet, és könnyedén keverjük össze. Tegyük be a sütőbe, és süssük 50 percig. És már kész is. Egy férfi és egy nő beszélget. Mit fognak csinálni először? Mit akarsz ma csinálni? El akarok menni megnézni egy filmet. Oké, én meg akarok nézni egy baseball meccset a tévében. És még vásárolni is akarok menni. A baseball meccs délután egykor kezdődik. Oké, először nézzük meg a filmet, és aztán te meg tudod nézni a baseball meccset. Rendben, aztán este elmegyünk vásárolni. Mit fognak csinálni először? Egy férfi és egy nő beszélget. Mit fognak csinálni először? Mit akarsz ma csinálni? El akarok menni megnézni egy filmet. Oké, én meg akarok nézni egy baseball meccset a tévében. És még vásárolni is akarok menni. A baseball meccs délután egykor kezdődik. Oké, először nézzük meg a filmet, és aztán te meg tudod nézni a baseball meccset. Rendben. Aztán este elmegyünk vásárolni. Egy tanár és egy diák beszélgetnek. Mikor megy a diák a tanár irodájába? Nem igazán értettem mindent a mai tanórán. Tényleg? Van valami kérdésed? Igen, elég sok kérdésem van. Van most ideje? Egy kicsit most el vagyok foglalva. Gyere kérlek délután az irodámba. Délután 1-4 óráig ott vagyok. Rendben. Délután 2 órára ott leszek. Köszönöm. Mikor megy a diák a tanár irodájába? Egy tanár és egy diák beszélgetnek. Mikor megy a diák a tanár irodájába? Nem igazán értettem mindent a mai tanórán. Tényleg? Van valami kérdésed? Igen, elég sok kérdésem van. Van most ideje? Egy kicsit most el vagyok foglalva. Gyere kérlek délután az irodámba. Délután 1-4 óráig ott vagyok. Rendben. Délután 2 órára ott leszek. Köszönöm. Egy nő egy étteremben ebédel. Mit fog rendelni? Szeretne kávét vagy desszertet az étkezés után? Milyen desszertjeik vannak? Van pudingunk és almáspiténk. Tulajdonképpen csak egy kávét kérnék. Szeretne cukrot vagy tejet? Tejjel hozza, kérem. Mit fog rendelni? Egy nő egy étteremben ebédel. Mit fog rendelni? Szeretne kávét vagy desszertet az étkezés után? Milyen desszertjeik vannak? Van pudingunk és almáspiténk. Tulajdonképpen csak egy kávét kérnék. Szeretne cukrot vagy tejet? Tejjel hozza, kérem. Egy nő egy férfire vár. Hol fog a nő várni? Szia! Bocsánat, de 30 percet késni fogok. Oké, a kávézóban várlak.
Melyik kávézóban? A könyvesbolt mellett van. És van ott egy pékség az utca túlsó oldalán. Rendben. Hol fog a nő várni? Egy nő egy férfire vár. Hol fog a nő várni? Szia! Bocsánat, de 30 percet késni fogok. Oké. A kávézóban várlak. Melyik kávézóban? A könyvesbolt mellett van. És van ott egy pékség az utca túlsó oldalán. Rendben. Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mit fog csinálni a nő a nyári vakáció alatt? Megtervezted már a nyári vakációdat? Még nem. De azon gondolkodom, hogy a tengerhez vagy a hegyekbe megyek. Én a barátaimmal a tengerhez megyek szörfözni. Az jó. Miért nem jössz velünk? Az jó szórakozás lenne. Tudod mit? Elmegyek veletek. Mit fog csinálni a nő a nyári vakáció alatt? Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mit fog csinálni a nő a nyári vakáció alatt? Megtervezted már a nyári vakációdat? Még nem. De azon gondolkodom, hogy a tengerhez vagy a hegyekbe megyek. Én a barátaimmal a tengerhez megyek szörfözni. Az jó. Miért nem jössz velünk? Az jó szórakozás lenne. Tudod mit? Elmegyek veletek. Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mit evett a nő ma reggel? Ó, éhes vagyok. Reggeliztél? Igen, de csak egy keveset. Mit ettél? Joghurtot és kávét. Az nem túl sok. Kenyeret és gyümölcsöt is kellene enned. Mit evett a nő ma reggel? Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mit evett a nő ma reggel? Ó, éhes vagyok. Reggeliztél? Igen, de csak egy keveset. Mit ettél? Joghurtot és kávét. Az nem túl sok. Kenyeret és gyümölcsöt is kellene enned. Egy nő az áruházban. Melyik emeletre megy? Elnézést, hol van a gyerekruha osztály? Az 5. és a 6. emeleten. Kis babaruháik is vannak? Igen, a 6. emeleten többféle babaruházat kapható. Köszönöm. Megyek és megnézem ott. Melyik emeletre megy? Egy nő az áruházban. Melyik emeletre megy? Elnézést, hol van a gyerekruha osztály? Az 5. és a 6. emeleten. Kis babaruháik is vannak? Igen, a 6. emeleten többféle babaruházat kapható. Köszönöm. Megyek és megnézem ott. Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mennyi idős most a férfi? Nem sokára születésnapod lesz. Igen, holnap után. Hány éves leszel? 60 éves leszek. Gratulálok. Ünnepeljük meg. Köszönöm, nagyon kedves. Mennyi idős most a férfi? Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Mennyi idős most a férfi? Nem sokára születésnapod lesz. Igen, holnap után. Hány éves leszel? 60 éves leszek. Gratulálok. Ünnepeljük meg. Köszönöm, nagyon kedves. Egy nő
egy butikban ruhákat néz. Melyiket veszi meg? A kék szoknya és a fehér szoknya mindkettő tetszik. Igen, a fehér szoknyából sokat eladtunk. A kék egy kicsit drága. Igen, de nagyon jól áll önnek. Sajnos nem engedhetem meg magamnak mindkettőt. A fehéret megveszem. Rendben, köszönjük. Melyiket veszi meg? Egy nő egy butikban ruhákat néz. Melyiket veszi meg? A kék szoknya és a fehér szoknya mindkettő tetszik. Igen, a fehér szoknyából sokat eladtunk. A kék egy kicsit drága. Igen, de nagyon jól áll önnek. Sajnos nem engedhetem meg magamnak mindkettőt. A fehéret megveszem. Rendben, köszönjük. Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Hány ember jön összesen a buliba? Holnap lesz a buli. Ki jön a buliba? Mi ketten, két barátom és a tanár. Az összesen öt? Ja, a tanár a feleségével jön. Rendben. Hány ember jön összesen a buliba? Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Hány ember jön összesen a buliba? Holnap lesz a buli. Ki jön a buliba? Mi ketten, két barátom és a tanár. Az összesen öt? Ja, a tanár a feleségével jön. Rendben. Egy nő ágyat vett. Hova fogja tenni? Elég nagy ez az ágy. Igen, az ajtó mellé nem fér be. Rakjuk a szoba végébe. Rakjuk középre? Nem, rakjuk a sarokba. Oké, az jó lesz. Segítesz felemelni? Hova fogja tenni? Egy nő ágyat vett. Hova fogja tenni? Elég nagy ez az ágy. Igen, az ajtó mellé nem fér be. Rakjuk a szoba végébe. Rakjuk középre? Nem, rakjuk a sarokba. Oké, az jó lesz. Segítesz felemelni? Egy férfi születésnapi ajándékot keres a feleségének egy ékszerüzletben. Melyik nyakláncot fogja megvenni? Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúval. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysor ott? Az $5,000. Az túl drága. Rendben, az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon. Melyik nyakláncot fogja megvenni? Egy férfi születésnapi ajándékot keres a feleségének egy ékszerüzletben. Melyik nyakláncot fogja megvenni? Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúval. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysor ott? Az $5,000. Az túl drága. Rendben, az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon. Egy férfi és egy nő nyomtatókról beszélget az irodában. Hol van a régi nyomtató? Hova rakjuk az új nyomtatót? Szerintem oda kellene raknunk, ahol a régi van most. De a régi még működik. Azt is fogjuk még használni.
Rendben, tehát nem rakhatjuk oda az újat. Sajnálatos. Jó lenne, ha az új ott lenne a könyvespolcon az ajtó mellett, de ott csak egynek van hely. Rendben, akkor szerintem a szoba másik felébe kellene raknunk. Igaz. Milyen lenne az ablak mellett? Jól hangzik. Hol van a régi nyomtató? Egy férfi és egy nő nyomtatókról beszélget az irodában. Hol van a régi nyomtató? Hova rakjuk az új nyomtatót? Szerintem oda kellene raknunk, ahol a régi van most. De a régi még működik. Azt is fogjuk még használni. Rendben. Tehát nem rakhatjuk oda az újat. Sajnálatos. Jó lenne, ha az új ott lenne a könyvespolcon az ajtó mellett, de ott csak egynek van hely. Rendben, akkor szerintem a szoba másik felébe kellene raknunk. Igaz. Milyen lenne az ablak mellett? Jól hangzik. Egy férfi a feleségével beszél telefonon. Mit fog vásárolni? Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni útközben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér. Megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Mit fog vásárolni? Egy férfi a feleségével beszél telefonon. Mit fog vásárolni? Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni útközben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér. Megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Az időjárás jelentést hallgatod. Mi az előrejelzés? Egész reggel napos időnk lesz. Délután viszont befelhősödik az ég, és éjszaka esni fog az eső. Egész éjjel folytatódik az eső kora reggelig, amikor újra előbújik a nap. Mi az előrejelzés? Az időjárás jelentést hallgatod. Mi az előrejelzés? Egész reggel napos időnk lesz. Délután viszont befelhősödik az ég, és éjszaka esni fog az eső. Egész éjjel folytatódik az eső kora reggelig, amikor újra előbújik a nap. Egy férfi és egy nő a vállalati cégkártya terveiről beszélget. Melyik terv mellett döntöttek? Új terveink vannak a vállalat cégkártyájához. Szerinted melyik a legjobb? Nézzük! Szerintem a cégnév nagyobb kellene, hogy legyen. Rendben, akkor ezek közül kellene, hogy legyen. Pontosan. Ez tetszik, mert a cégnév nagy és felül van. Ezen van hely egy fényképnek. Mit gondolsz? Szerintem ez nagyon lekicsinyíti a szöveget. Igaz, kicsit nehezen lehetne olvasni a szöveget, ha van fénykép. Rendben, akkor maradjunk a másiknál. Melyik terv mellett döntöttek? Egy férfi és egy nő a vállalati cégkártya terveiről beszélget. Melyik terv mellett döntöttek?
Új terveink vannak a vállalat cégkártyájához. Szerinted melyik a legjobb? Nézzük! Szerintem a cégnév nagyobb kellene, hogy legyen. Rendben, akkor ezek közül kellene, hogy legyen. Pontosan. Ez tetszik, mert a cégnév nagy és felül van. Ezen van hely egy fényképnek. Mit gondolsz? Szerintem ez nagyon lekicsinyíti a szöveget. Igaz, kicsit nehezen lehetne olvasni a szöveget, ha van fénykép. Rendben, akkor maradjunk a másiknál. Egy nő megkérdez egy férfit, hogy hol van a buszmegálló. Hol van a buszmegálló? Elnézést! Nem tudja, hogy van-e buszmegálló itt a közelben? Igen, van. Először menjen egyenesen, és forduljon jobbra a második közlekedési lámpánál. Azután forduljon balra a sarkon a könyvesboltnál, és látni fog egy bankot. A buszmegálló a bank előtt van. Értem. Köszönöm szépen. Hol van a buszmegálló? Egy nő megkérdez egy férfit, hogy hol van a buszmegálló. Hol van a buszmegálló? Elnézést! Nem tudja, hogy van-e buszmegálló itt a közelben? Igen, van. Először menjen egyenesen, és forduljon jobbra a második közlekedési lámpánál. Azután forduljon balra a sarkon a könyvesboltnál, és látni fog egy bankot. A buszmegálló a bank előtt van. Értem. Köszönöm szépen. Egy nő a főnökével beszél. Mit fognak inni a megbeszélésen? Lesz egy megbeszélésünk Michael-lel a New York irodánkból ma délután. Nem tudja, hogy maradt-e valami innivalónk? Van valamennyi kávénk. Michael nem iszik kávét. Van palackozott vizünk? Igen. Azt hiszem, maradt valamennyi. Kiváló, nagyon jó. Ön szeretne valamit? Nekem is ugyanaz jó lesz. Mit fognak inni a megbeszélésen? Egy nő a főnökével beszél. Mit fognak inni a megbeszélésen? Lesz egy megbeszélésünk Michael-lel a New York irodánkból ma délután. Nem tudja, hogy maradt-e valami innivalónk? Van valamennyi kávénk. Michael nem iszik kávét. Van palackozott vizünk? Igen. Azt hiszem, maradt valamennyi. Kiváló, nagyon jó. Ön szeretne valamit? Nekem is ugyanaz jó lesz. Egy nő egy bolt személyzetével beszél. Melyik számítógépet fogja megvenni? Elnézést! Egy igazán könnyű számítógépet keresek. Rendben, mit szól ehhez? Ez nagyon vékony és könnyű. Ez jól néz ki. És lehet ezen a számítógépen DVD-t nézni? Attól tartok, hogy nem. Azon tud DVD-t nézni, de ez kicsit nagyobb és nehezebb. Igen. Ez túl nehéz. Az elsőt kérném szépen. Köszönöm szépen. Három szín közül választhat. Fehér, fekete vagy ezüst? A feketét kérném. Melyik számítógépet fogja megvenni? Egy nő egy bolt személyzetével beszél. Melyik számítógépet fogja megvenni? Elnézést! Egy igazán könnyű számítógépet keresek. Rendben, mit szól ehhez? Ez nagyon vékony és könnyű. Ez jól néz ki. És lehet ezen a számítógépen DVD-t nézni? Attól tartok, hogy nem. Azon tud DVD-t nézni, de ez kicsit nagyobb és nehezebb. Igen. Ez túl nehéz. Az elsőt kérném szépen. Köszönöm szépen. Három szín közül választhat. Fehér, fekete vagy ezüst? A feketét kérném. Egy férfi az utazásának a menetrendjéről beszélget egy nővel. Mikor érkezik haza? A jövő héten elutazik, ugye? Igen, kedden Londonba megyek, és ott maradok két éjszakát. Utána megy Párizsba? Igen, csütörtökön megyek Párizsba, ott maradok éjszakára, és utána jövök haza.
Tehát akkor tud csatlakozni szombaton a megbeszéléshez, ugye? Igen, tudok. Mikor érkezik haza? Egy férfi az utazásának a menetrendjéről beszélget egy nővel. Mikor érkezik haza? A jövő héten elutazik, ugye? Igen, kedden Londonba megyek, és ott maradok két éjszakát. Utána megy Párizsba? Igen, csütörtökön megyek Párizsba, ott maradok éjszakára, és utána jövök haza. Tehát akkor tud csatlakozni szombaton a megbeszéléshez, ugye? Igen, tudok. Egy férfi pizzát rendel telefonon. Mit fog rendelni? Köszönjük a hívását. Ez a pizza állomás. Szia, rendelhetnék egy fokhagymás paradicsomos pizzát? Egy fokhagymás paradicsomos pizza. Rendben. Mekkorát? Nagy méretűt kérnék, és kérlek, vágjátok fel 8 szeletbe. Természetesen. Szeretnél még valamit? Igen, kérnék még 4 kenyérrudacskát és 2 doboz kólát. Rendben. Körülbelül 40 perc múlva szállítjuk. Mit fog rendelni? Egy férfi pizzát rendel telefonon. Mit fog rendelni? Köszönjük a hívását. Ez a pizza állomás. Szia, rendelhetnék egy fokhagymás paradicsomos pizzát? Egy fokhagymás paradicsomos pizza. Rendben. Mekkorát? Nagy méretűt kérnék, és kérlek, vágjátok fel 8 szeletbe. Természetesen. Szeretnél még valamit? Igen, kérnék még 4 kenyérrudacskát és 2 doboz kólát. Rendben. Körülbelül 40 perc múlva szállítjuk. Egy férfi felhív egy éttermet telefonon. Hány órakor zár be az étterem? Elnézést, hány óráig vannak nyitva? Este 11 óráig vagyunk nyitva, de 10 órakor van az utolsó rendelés. Ó, nagyszerű. Azt hittem, hogy már be vannak zárva ilyen későn. Régebben este 10 órakor zártunk, de meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt. Á, értem. De vasárnap 9 órakor zárunk. Rendben, értem. Hány órakor zár be az étterem? Egy férfi felhív egy éttermet telefonon. Hány órakor zár be az étterem? Elnézést, hány óráig vannak nyitva? Este 11 óráig vagyunk nyitva, de 10 órakor van az utolsó rendelés. Ó, nagyszerű. Azt hittem, hogy már be vannak zárva ilyen későn. Régebben este 10 órakor zártunk, de meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt. Á, értem. De vasárnap 9 órakor zárunk. Rendben, értem. A férj és a feleség az interneten vásárolnak. Mikor szállítják ki a porszívót? Nézd, mit gondolsz erről a porszívóról? Szerintem jól néz ki. Megrendeled? Igen. 3 vagy 4 nap, amíg kiszállítják. Meg kellene adnunk a dátumot. Mit szólsz jövő szombathoz? Szombaton korán reggel teniszezni megyünk. Az igaz, akkor legyen vasárnap. Legyen. És pénteken este próbálj meg korán hazaérni, mert szombaton reggel korán kelünk. Tudom. Mikor szállítják ki a porszívót? A férj és a feleség az interneten vásárolnak. Mikor szállítják ki a porszívót? Nézd, mit gondolsz erről a porszívóról? Szerintem jól néz ki. Megrendeled? Igen. 3 vagy 4 nap, amíg kiszállítják. Meg kellene adnunk a dátumot. Mit szólsz jövő szombathoz? Szombaton korán reggel teniszezni megyünk.
Az igaz, akkor legyen vasárnap. Legyen. És pénteken este próbálj meg korán hazaérni, mert szombaton reggel korán kelünk. Tudom. Egy nő az orvossal beszél. Melyik gyógyszerből kell bevennie minden nap, és mennyit? Rendben van. Adok önnek háromféle gyógyszert. Minden nap vacsora után vegye be őket, kérem. Értem. Kettőt kellene bevenni a kerek tablettából, egy kapszulát és egy adagot a por alakú gyógyszerből egyszerre. Rendben. Háromnapos kúrára elegendő gyógyszert adok önnek. Kérem, jöjjön vissza három nap múlva, ha nem javult. Rendben. Köszönöm szépen. Jobbulást! Melyik gyógyszerből kell bevennie minden nap, és mennyit? Egy nő az orvossal beszél. Melyik gyógyszerből kell bevennie minden nap, és mennyit? Rendben van. Adok önnek háromféle gyógyszert. Minden nap vacsora után vegye be őket, kérem. Értem. Kettőt kellene bevenni a kerek tablettából, egy kapszulát és egy adagot a por alakú gyógyszerből egyszerre. Rendben. Háromnapos kúrára elegendő gyógyszert adok önnek. Kérem, jöjjön vissza három nap múlva, ha nem javult. Rendben. Köszönöm szépen. Jobbulást! Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Kivel lakik a férfi? Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben? Nagyszerű lenne, de tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük. Értem, lássuk csak. Apám irodai dolgozó, és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli, és nagyszerűen tud főzni. Vannak testvéreid? Igen, van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas és külföldön él a családjával. Az öcsém pedig középiskolás, és minden este későn jön haza. Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük. Kivel lakik a férfi? Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Kivel lakik a férfi? Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben? Nagyszerű lenne, de tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük. Értem, lássuk csak. Apám irodai dolgozó, és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli, és nagyszerűen tud főzni. Vannak testvéreid? Igen, van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas és külföldön él a családjával. Az öcsém pedig középiskolás, és minden este későn jön haza. Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük. Egy férfi a szemüvegboltban. Milyen szemüveget fog választani? Jó napot! Szemüveget keres? Igen. Mostanában elég sokat romlott a szemem. Értem. Azt a formát részesíti előnyben, amilyen szemüvege most is van, vagy kipróbálna valami újat? Igazából már nagyon régóta szögletes szemüveget viselek. Szívesen kipróbálnék valami másmilyen modellt. Nézzük. Mit szól ezekhez a kerekfazonokhoz? Nem tudom. Nem igazán megy az arcomhoz. Szerintem maradok a mostani formánál. Van valamilyen fekete keretük? Természetesen. Ehhez mit szól? Ezt tetszik. Ezt kérném szépen. Milyen szemüveget fog választani? Egy férfi a szemüvegboltban. Milyen szemüveget fog választani? Jó napot! Szemüveget keres? Igen. Mostanában elég sokat romlott a szemem. Értem. Azt a formát részesíti előnyben, amilyen szemüvege most is van, vagy kipróbálna valami újat? Igazából már nagyon régóta szögletes szemüveget viselek. Szívesen kipróbálnék valami másmilyen modellt. Nézzük. Mit szól ezekhez a kerekfazonokhoz? Nem tudom. Nem igazán megy az arcomhoz.
Szerintem maradok a mostani formánál. Van valamilyen fekete keretük? Természetesen. Ehhez mit szól? Ezt tetszik. Ezt kérném szépen. Egy férfi a fogorvosával telefonál. Mikor megy majd a fogorvoshoz? Elnézést, de szeretném lemondani a mai időpontomat. Semmi gond. Szeretné megváltoztatni egy másik időpontra? Igen, lehet most szombaton? Reggel lenne a legjobb. Sajnos a most szombat teljesen betelt. Jövő hét szombatra van szabad időpont. Az túl késő. Esetleg csütörtök késő délután? Igen. Van egy 5 órai és egy 6 órai időpont. Akkor legyen 6 óra. Rendben, várom. Mikor megy majd a fogorvoshoz? Egy férfi a fogorvosával telefonál. Mikor megy majd a fogorvoshoz? Elnézést, de szeretném lemondani a mai időpontomat. Semmi gond. Szeretné megváltoztatni egy másik időpontra? Igen, lehet most szombaton? Reggel lenne a legjobb. Sajnos a most szombat teljesen betelt. Jövő hét szombatra van szabad időpont. Az túl késő. Esetleg csütörtök késő délután? Igen. Van egy 5 órai és egy 6 órai időpont. Akkor legyen 6 óra. Rendben, várom. Egy nő meglátogatja egy barátját. Hányas lakásban lakik a barátja? Már alig várom a szombati bulit. Én is. 12 órától lehet jönni. Oké. Az 1018-as lakásban laksz, ugye? Így van. Az épületben két lépcsőház van. Keleti és nyugati. Az enyém a keleti lépcsőház, 1018-as lakás. Értem. Kérlek, hívd fel, ha bármi kérdésed van. Mindenképp. Köszönöm. Hányas lakásban lakik a barátja? Egy nő meglátogatja egy barátját. Hányas lakásban lakik a barátja? Már alig várom a szombati bulit. Én is. 12 órától lehet jönni. Oké. Az 1018-as lakásban laksz, ugye? Így van. Az épületben két lépcsőház van. Keleti és nyugati. Az enyém a keleti lépcsőház, 1018-as lakás. Értem. Kérlek, hívd fel, ha bármi kérdésed van. Mindenképp. Köszönöm. Egy férfi néhány DVD-t kölcsönöz ki. Hány DVD-t fog kikölcsönözni? Jó napot! Miben segíthetek? Ezeket a DVD-ket szeretném kikölcsönözni. Összesen 3. Ha 5-öt kölcsönöz ki, kap kedvezményt. Tényleg? Nincs annyi időm, hogy mindet megnézzem. Elég lesz 3. Most ajánlunk egy különleges kedvezményt. Így egy héttel meghosszabbíthatja a kölcsönzést. Tényleg? Akkor kérem a másik 2-t is. Hány DVD-t fog kikölcsönözni? Egy férfi néhány DVD-t kölcsönöz ki. Hány DVD-t fog kikölcsönözni? Jó napot! Miben segíthetek? Ezeket a DVD-ket szeretném kikölcsönözni. Összesen 3. Ha 5-öt kölcsönöz ki, kap kedvezményt. Tényleg? Nincs annyi időm, hogy mindet megnézzem. Elég lesz 3. Most ajánlunk egy különleges kedvezményt. Így egy héttel meghosszabbíthatja a kölcsönzést. Tényleg? Akkor kérem a másik 2-t is. Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Melyik órát nézik, és mennyi az idő? Te tudod, mennyi az idő? Sajnálom, ma elfelejtettem órát hozni. Vagy úgy, aggódom, hogy elérjük-e a vonatot. Az állomás bejáratánál van egy óra. Az jó. Jaj, ne! 5 perc múlva jön a vonat. Ez a 10 órás vonat, ugye? Igen, siessünk. Melyik órát nézik, és mennyi az idő?
Egy férfi és egy nő beszélgetnek. Melyik órát nézik, és mennyi az idő? Te tudod, mennyi az idő? Sajnálom, ma elfelejtettem órát hozni. Vagy úgy, aggódom, hogy elérjük-e a vonatot. Az állomás bejáratánál van egy óra. Az jó. Jaj, ne! 5 perc múlva jön a vonat. Ez a 10 órás vonat, ugye? Igen, siessünk. Egy férfi ülőhelyet választ a repülőgépen. Hova fog ülni? Van még helyük a holnap esti járatra? Egy pillanat, kérem. A turista osztályra? Igen. Köszönöm a türelmét. Igen, van még néhány helyünk. De jó, közlekedő melletti ülőhelyet szeretnék. Sajnos minden közlekedő melletti hely betelt. Értem, de nem szeretnék középen ülni. Akkor ablak melletti hely megfelel? Igen, azt kérném. Hova fog ülni? Egy férfi ülőhelyet választ a repülőgépen. Hova fog ülni? Van még helyük a holnap esti járatra? Egy pillanat, kérem. A turista osztályra? Igen. Köszönöm a türelmét. Igen, van még néhány helyünk. De jó, közlekedő melletti ülőhelyet szeretnék. Sajnos minden közlekedő melletti hely betelt. Értem, de nem szeretnék középen ülni. Akkor ablak melletti hely megfelel? Igen, azt kérném. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Melyik lakást fogják megnézni? A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Egy férfi szobát foglal egy szállodában. Melyik szobában fog megszállni? Tengerpart szálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen. Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó, óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Melyik szobában fog megszállni? Egy férfi szobát foglal egy szállodában. Melyik szobában fog megszállni? Tengerpart szálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen.
Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó, óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Egy nő a fodrászával beszél. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre. Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Moynért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van, és mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Egy nő a fodrászával beszél. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre. Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Moynért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van, és mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Egy diák fiú és egy diák lány álláshirdetéseket néznek. Melyik munkára fog a diák lány jelentkezni? Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnád csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen. Szeretem azt a helyet. És útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik kettő közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Melyik munkára fog a diáklány jelentkezni? Egy diák fiú és egy diák lány álláshirdetéseket néznek. Melyik munkára fog a diáklány jelentkezni? Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnál csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen. Szeretem azt a helyet. És útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik kettő közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Egy nő felpróbál egy ruhát, és az eladóval beszélget.
melyik ruhát fogja megvenni? Ez nagyon jól áll magán, és a méret is tökéletes. Igen, pont jó. De én általában egyszínűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszú ujjú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm. Azt veszem meg. Melyik ruhát fogja megvenni? Egy nő felpróbál egy ruhát, és az eladóval beszélget. Melyik ruhát fogja megvenni? Ez nagyon jól áll magán, és a méret is tökéletes. Igen, pont jó. De én általában egyszínűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszú ujjú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm. Azt veszem meg. Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Halló, megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, kettő kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Halló, megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, kettő kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Egy nő egy étteremnek telefonál. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Halló, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sálját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részen volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült, vagy asztalnál? Egy 4 személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Egy nő egy étteremnek telefonál.
Melyik asztalnál ebédelt a nő? Hello, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sáját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részen volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült vagy asztalnál? Egy négy személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Egy ember lakást keres. Melyik lakást fogja választani? Elnézést, lakást keresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? Két szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. Két szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást két nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Melyik lakást fogja választani? Egy ember lakást keres. Melyik lakást fogja választani? Elnézést, lakást keresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? Két szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. Két szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást két nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Egy nő születésnapi tortát rendel. Melyik tortát fogja megrendelni? Elnézést! Egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű. Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és négyszögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük. Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Melyik tortát fogja megrendelni? Egy nő születésnapi tortát rendel. Melyik tortát fogja megrendelni? Elnézést, egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű. Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és négyszögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük.
Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Egy férfi és egy nő a költözés időpontjáról beszélgetnek. Mikor költöznek? Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát, és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek. Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum egy hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. Egy hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen, és van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Mikor költöznek? Egy férfi és egy nő a költözés időpontjáról beszélgetnek. Mikor költöznek? Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát, és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek. Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum egy hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. Egy hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen, és van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Egy férfi a kiárusítás alatt vásárol. Mit vesz, és hány darabot belőle? Elnézést, ez az ink csak hármas csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem, igazából nincs szükségem három ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a hármas csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért hármat kap. Tehát egy hármas csomag nyakkendő ezért az árért, és a hármas csomag ing egy ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik két inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Mit vesz, és hány darabot belőle? Egy férfi a kiárusítás alatt vásárol. Mit vesz, és hány darabot belőle? Elnézést, ez az ink csak hármas csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem, igazából nincs szükségem három ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a hármas csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért hármat kap. Tehát egy hármas csomag nyakkendő ezért az árért, és a hármas csomag ing egy ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik két inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Egy nő a táska eladásokról tart jelentést. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is, a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal?
A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van. Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Egy nő a táska eladásokról tart jelentést. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal? A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van. Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Egy férfi egy kórházat hív telefonon. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Halló? Egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól. De a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben. Visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Egy férfi egy kórházat hív telefonon. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Halló? Egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól. De a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben, visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Egy férfi elmegy egy nőismerősének a lányáért. Melyik a lánya? Megtennél nekem egy szívességet? És elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni.
Rendben, hogy néz ki? Fekete, göndörhaja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké, még valami ismertetőjel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Melyik a lánya? Egy férfi elmegy egy nő ismerősének a lányáért. Melyik a lánya? Megtennél nekem egy szívességet, és elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni. Rendben. Hogy néz ki? Fekete, göndörhaja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké, még valami ismertetőjel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Egy férfi a pénztárcájáról beszélget egy nővel. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma. Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben. Akkor menjünk oda, és keressük meg. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Egy férfi a pénztárcájáról beszélget egy nővel. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma. Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben, akkor menjünk oda és keressük meg. Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek. Válassza ki a fiú-diák órarendjét a megbeszélés napján. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a 3. közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4., de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké, találkozzunk az ebédlőben óra után.
Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján. Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek. Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a 3. közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4., de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után. Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek. Melyik a nő öccse? Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a 2. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem, nem igazán. Melyik a nő öccse? Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek. Melyik a nő öccse? Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a 2. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem, nem igazán. Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek. Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Nézd csak ezt a cikket! A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb 3 tantárgyról szól. Hadd nézzem! Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a 2. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. Ó, a politika tudomány lett a 2. Az informatika a 3. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a 3. legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Ó, igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek.
Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Nézd csak ezt a cikket! A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb három tantárgyról szól. Hadd nézzem! Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a második. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. Ó, a politikatudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Ó, igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? A tévé időjárás jelentést sugároz. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A tévé időjárás jelentést sugároz. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. Egy futár a recepcióssal beszélget. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a negyedik emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Egy futár a recepcióssal beszélget. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a negyedik emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a második emeleten van.
A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm. Egy férfi a vállalatának az eladási teljesítményéről tart beszámolót egy értekezleten. Melyik kettő diagramot használja az előadásához? Kérem, nézzék meg a kiosztott anyagot. A baloldali diagram mutatja a vállalatunk eladásait az elmúlt 3 évben és az idei eladási előrejelzést. A jobboldali diagram pedig hónapokra lebontva mutatja az eladásokat ez év októberéig. Most kérem, nézzük a baloldali diagramot. Ez azt mutatja, hogy az eladások az elmúlt 3 évben egyenletesen növekedtek. És ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat, akkor az idei teljes eladás növekedést fog mutatni tavalyhoz képest. Most kérem, nézzük meg a jobboldali diagramot. A jobboldali diagram azt mutatja, hogy a kampányok, amiket áprilisban és augusztusban lefuttattunk, meglehetősen hatékonyak voltak. Értem, de az eladások csökkentek májusban és szeptemberben a kampányok után. Igen, de ez a fajta visszaesés elkerülhetetlen. Én azt várom, hogy az idei éves eladás növekedést fog mutatni az előző évhez képest, ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat. Melyik kettő diagramot használja az előadásához? Egy férfi a vállalatának az eladási teljesítményéről tart beszámolót egy értekezleten. Melyik kettő diagramot használja az előadásához? Kérem, nézzék meg a kiosztott anyagot. A baloldali diagram mutatja a vállalatunk eladásait az elmúlt 3 évben és az idei eladási előrejelzést. A jobboldali diagram pedig hónapokra lebontva mutatja az eladásokat ez év októberéig. Most kérem, nézzük a baloldali diagramot. Ez azt mutatja, hogy az eladások az elmúlt 3 évben egyenletesen növekedtek. És ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat, akkor az idei teljes eladás növekedést fog mutatni tavalyhoz képest. Most kérem, nézzük meg a jobboldali diagramot. A jobboldali diagram azt mutatja, hogy a kampányok, amiket áprilisban és augusztusban lefuttattunk, meglehetősen hatékonyak voltak. Értem, de az eladások csökkentek májusban és szeptemberben a kampányok után. Igen, de ez a fajta visszaesés elkerülhetetlen. Én azt várom, hogy az idei éves eladás növekedést fog mutatni az előző évhez képest, ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat. Egy férfi beiratkozik egy sportklubba, és a feltételekről informálódik. Melyik fajta tagságot fogja választani? Hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom a különböző tagsági lehetőségeket, ahogy ebben a tájékoztatóban le van írva. A rendes tagok használhatják az edzőtermet és az uszodát, bármilyen időpontban a hét bármely napján. De van kora reggeli tagságunk is, amikor az emberek csak korán reggel használhatják a létesítményt, és éjszakai tagság azoknak, akik csak este akarnak jönni. Mik az időpontok a kora reggeli tagságnál? Kora reggeli tagok reggel 6 órától délelőtt 10 óráig használhatják a létesítményt, az éjszakai tagok pedig este 6 órától 11 óráig. Értem. Tehát a kora reggeli tagok munkába menet megállhatnak és használhatják a létesítményt. Pontosan. A kora reggeli rendszer a 9-től 5-ig dolgozó emberek körében népszerű. Kínálunk ezen kívül tagságot csak az edzőterembe, vagy csak az uszodába, ha csak az egyiket szeretné használni ezek közül. Én mind a kettőt szeretném használni, az edzőtermet és a medencét is. Szerintem hétköznap korán reggel fogom használni az edzőtermet, mielőtt munkába megyek, és hétvégén fogom használni a medencét. Van olyan tagságuk, ami valami olyasmit takar, mint korán reggel a hétköznapokra, de egész nap a hétvégékre érvényes? Sajnos ilyen tagságot nem kínálunk, uram. Rendben. Nem hiszem, hogy olyan korán fel tudok kelni a hétvégén, tehát ezt a tagsági lehetőséget fogom választani. Melyik fajta tagságot fogja választani? Egy férfi beiratkozik egy sportklubba, és a feltételekről informálódik. Melyik fajta tagságot fogja választani?
Hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom a különböző tagsági lehetőségeket, ahogy ebben a tájékoztatóban le van írva. A rendes tagok használhatják az edzőtermet és az uszodát, bármilyen időpontban a hét bármely napján. De van kora reggeli tagságunk is, amikor az emberek csak korán reggel használhatják a létesítményt, és éjszakai tagság azoknak, akik csak este akarnak jönni. Mik az időpontok a kora reggeli tagságnál? Kora reggeli tagok reggel 6 órától délelőtt 10 óráig használhatják a létesítményt. Az éjszakai tagok pedig este 6 órától 11 óráig. Értem. Tehát a kora reggeli tagok munkába menet megállhatnak és használhatják a létesítményt. Pontosan. A kora reggeli rendszer a 9-től 5-ig dolgozó emberek körében népszerű. Kínálunk ezen kívül tagságot csak az edzőterembe, vagy csak az uszodába, ha csak az egyiket szeretné használni ezek közül. Én mind a kettőt szeretném használni, az edzőtermet és a medencét is. Szerintem hétköznap korán reggel fogom használni az edzőtermet, mielőtt munkába megyek, és hétvégén fogom használni a medencét. Van olyan tagságuk, ami valami olyasmit takar, mint korán reggel a hétköznapokra, de egész nap a hétvégékre érvényes? Sajnos ilyen tagságot nem kínálunk, uram. Rendben. Nem hiszem, hogy olyan korán fel tudok kelni a hétvégén, tehát ezt a tagsági lehetőséget fogom választani. Egy nő egy megbízott nyomda munkatársával beszél egy új termék prospektusáról. Mikor van a prospektus első látványtervének a határideje? Eldöntöttük, hogy az új terméket október 15-én dobjuk piacra, és szerződést szeretnénk ajánlani önöknek a prospektus elkészítésére. Nagyon köszönjük! Határozottan izgatottak vagyunk, hogy segíthetünk önöknek ebben a munkában. Mondana pár szót az ütemtervről, kérem. Mikor lenne szükségük a prospektusokra? Tehát figyelembe véve a nyomtatáshoz szükséges időt, szeretnénk a prospektusokat szeptember végéig a nyomtatási fázisba juttatni. Az önök részéről lehetséges, hogy az első terveket augusztus közepéig eljuttatják hozzánk? Nos, mi szeretnénk önöknek 3 lehetséges tervet adni a kezdeti vázlatokról, és szeretnénk, ha kiválasztanák azt, amelyik a legjobban illik az elképzeléseikhez. Ezután elkészítjük a végleges dizájnt az önök választása alapján. Tehát az nagy segítség lenne, ha tudnának adni még 2 hetet, hogy előkészüljünk erre a fázisra. Rendben. Talán egy hónap elég lesz, hogy kiválasszunk egyet a vázlatok közül, amit önök készítettek, és eldöntsük a végső dizájnt. Rendben, számítunk önökre. Jó kezekben lesznek. A mi tervező csapatunk a legjobb. Nagyon köszönjük. Mikor van a prospektus első látványtervének a határideje? Egy nő egy megbízott nyomda munkatársával beszél egy új termék prospektusáról. Mikor van a prospektus első látványtervének a határideje? Eldöntöttük, hogy az új terméket október 15-én dobjuk piacra, és szerződést szeretnénk ajánlani önöknek a prospektus elkészítésére. Nagyon köszönjük! Határozottan izgatottak vagyunk, hogy segíthetünk önöknek ebben a munkában. Mondana pár szót az ütemtervről, kérem. Mikor lenne szükségük a prospektusokra? Tehát figyelembe véve a nyomtatáshoz szükséges időt, szeretnénk a prospektusokat szeptember végéig a nyomtatási fázisba juttatni. Az önök részéről lehetséges, hogy az első terveket augusztus közepéig eljuttatják hozzánk? Nos, mi szeretnénk önöknek 3 lehetséges tervet adni a kezdeti vázlatokról, és szeretnénk, ha kiválasztanák azt, amelyik a legjobban illik az elképzeléseikhez. Ezután elkészítjük a végleges dizájnt az önök választása alapján. Tehát az nagy segítség lenne, ha tudnának adni még 2 hetet, hogy előkészüljünk erre a fázisra. Rendben. Talán egy hónap elég lesz, hogy kiválasszunk egyet a vázlatok közül, amit önök készítettek, és eldöntsük a végső dizájnt. Rendben, számítunk önökre. Jó kezekben lesznek. A mi tervező csapatunk a legjobb. Nagyon köszönjük. Egy nő telefonál, hogy egy előadásra jegyet foglaljon. Melyik 2 széket kapta? Halló, Dominikánus Szerzetes Színház. Segíthetek? 2 jegyet szeretnék kapni a Lír királyra ma este 5 óra 30-ra. Van még szabad helyük? Van még pár helyünk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egymás mellé már nincsen.
de ha nem bánják, tudunk adni két helyet külön-külön. Rendben, nem bánjuk. Van valami különleges kívánságuk? Nos, van folyosó melletti helyük? Igen, van egy folyosó melletti székünk a középső rész bal oldalán, és jobbra tőle három székkel van egy másik szabad helyünk. Oldalt? Rendben, akkor foglalja nekem kérem a folyosó melletti széket. Természetesen. És mi legyen a másikkal? Van helyük a közepe felé? Csak az első sortól a harmadik sorig van középen szabad helyünk. Annyira nem rajongok azért, hogy a színészek leköpködjenek, tehát... Ez a terem aránylag kicsi, és azt gondolom, hogy a sor végéről oldalról is élvezni a színdarabot. Tényleg? Akkor azt a baloldalit kérem, amit az előbb említett. Melyik két széket kapta? Egy nő telefonál, hogy egy előadásra jegyet foglaljon. Melyik két széket kapta? Halló, Dominikánus Szerzetes Színház. Segíthetek? Két jegyet szeretnék kapni a Lír királyra ma este 5 óra 30-ra. Van még szabad helyük? Van még pár helyünk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egymás mellé már nincsen. De ha nem bánják, tudunk adni két helyet külön-külön. Rendben, nem bánjuk. Van valami különleges kívánságuk? Nos, van folyosó melletti helyük? Igen, van egy folyosó melletti székünk a középső rész bal oldalán, és jobbra tőle három székkel van egy másik szabad helyünk. Oldalt? Rendben, akkor foglalja nekem kérem a folyosó melletti széket. Természetesen. És mi legyen a másikkal? Van helyük a közepe felé? Csak az első sortól a harmadik sorig van középen szabad helyünk. Annyira nem rajongok azért, hogy a színészek leköpködjenek, tehát... Ez a terem aránylag kicsi, és azt gondolom, hogy a sor végéről oldalról is élvezni a színdarabot. Tényleg? Akkor azt a baloldalit kérem, amit az előbb említett. Egy férfi és egy nő egy prezentáció előkészületeiről beszélnek, amit holnap fognak tartani az irodában. Mit fog a nő ellenőrizni, miután a beszélgetés véget ért? Rendben, azt hiszem, majdnem készen vagyunk a holnapi előadásra. Csak még egy pár dolog. Az értekezlet pontban 9-kor fog kezdődni. Le tudnád ma ellenőrizni a tárgyalót még egyszer? Igen, már leellenőriztem a szobát. Oké, nagyszerű. Meggyőződtél róla, hogy a kivetítő rendben működik? Ó, a kivetítőt holnap reggel akartam ellenőrizni, amikor itt van a laptopom. Nem, a kivetítőt ma kell ellenőrizni. Nem lesz időnk azzal foglalkozni reggel, ha valami gond van. Tehát biztosan ellenőrizd le a kivetítőt ma. Az a legfontosabb dolog. Rendben? Ellenőrizni fogom. És megkaptad a kiosztandó anyagok másolatait? Tanaka most csinálja őket. Nézzük, mi van még. Ó, igen. Ellenőrizted a fehér táblát? Igen. Néha a tollakban nincs elég tinta. Le tudtad őket ellenőrizni? Még nem, de később megteszem. Igen, kérlek, még ma feltétlenül ellenőrizd le. Mit fog a nő ellenőrizni, miután a beszélgetés véget ért? Egy férfi és egy nő egy prezentáció előkészületeiről beszélnek, amit holnap fognak tartani az irodában. Mit fog a nő ellenőrizni, miután a beszélgetés véget ért? Rendben, azt hiszem, majdnem készen vagyunk a holnapi előadásra. Csak még egy pár dolog. Az értekezlet pontban 9-kor fog kezdődni. Le tudnád ma ellenőrizni a tárgyalót még egyszer? Igen, már leellenőriztem a szobát. Oké, nagyszerű. Meggyőződtél róla, hogy a kivetítő rendben működik? Ó, a kivetítőt holnap reggel akartam ellenőrizni, amikor itt van a laptopom. Nem, a kivetítőt ma kell ellenőrizni. Nem lesz időnk azzal foglalkozni reggel, ha valami gond van. Tehát biztosan ellenőrizd le a kivetítőt ma. Az a legfontosabb dolog. Rendben? Ellenőrizni fogom. És megkaptad a kiosztandó anyagok másolatait? Tanaka most csinálja őket. Nézzük, mi van még. Ó, igen. Ellenőrizted a fehér táblát? Igen.
Néha a tollakban nincs elég tinta. Le tudtad őket ellenőrizni? Még nem, de később megteszem. Igen, kérlek, még ma feltétlenül ellenőrizd le. Egy férfi és egy nő szállodát választ. Melyik szállodát választják? Ki kellene választanunk a szállodát az utazásunkhoz? Rendben, nézzük meg az interneten. Az Ocean Hotel közel van a parthoz. Azt mondja, hogy 120 dollár egy éjszaka személyenként, és kapsz büféreggelit. Mit szólsz a Pine Hotelhez? 80 dollár egy éjszaka. Nem akarok sok pénzt pazarolni a szállásra. A Pine Hotel messze van a parttól és a belvárostól. És azt mondja, hogy fizetned kell a wifiért. És a Sunrise Hotel milyen? Általában 140 dollár egy éjszaka, de most kampány van, és 90 dollárért maradhatunk egy éjszakára. Ez a part és a belváros között van. Ráadásul van ingyenes wifi. Jól hangzik. Várj csak! Azt mondja, hogy az ajánlat csak a jövő hétre érvényes. Ó, ezt nem láttam. És ez a hely milyen? A Royal Hotel. A belváros közepén helyezkedik el, és 100 dollár egy éjszaka. A szoba nem néz ki olyan jól, de van ingyen wifi. Oké, foglaljuk le ezt a hotelt. Ó, ez már tele van. Francba, akkor szerintem az első a legjobb. Az tele van? Nem, nincs. Nagyszerű. Melyik szállodát választják? Egy férfi és egy nő szállodát választ. Melyik szállodát választják? Ki kellene választanunk a szállodát az utazásunkhoz? Rendben, nézzük meg az interneten. Az Ocean Hotel közel van a parthoz. Azt mondja, hogy 120 dollár egy éjszaka személyenként, és kapsz büféreggelit. Mit szólsz a Pine Hotelhez? 80 dollár egy éjszaka. Nem akarok sok pénzt pazarolni a szállásra. A Pine Hotel messze van a parttól és a belvárostól. És azt mondja, hogy fizetned kell a wifiért. És a Sunrise Hotel milyen? Általában 140 dollár egy éjszaka, de most kampány van, és 90 dollárért maradhatunk egy éjszakára. Ez a part és a belváros között van. Ráadásul van ingyenes wifi. Jól hangzik. Várj csak! Azt mondja, hogy az ajánlat csak a jövő hétre érvényes. Ó, ezt nem láttam. És ez a hely milyen? A Royal Hotel. A belváros közepén helyezkedik el, és 100 dollár egy éjszaka. A szoba nem néz ki olyan jól, de van ingyen wifi. Oké, foglaljuk le ezt a hotelt. Ó, ez már tele van. Francba, akkor szerintem az első a legjobb. Az tele van? Nem, nincs. Nagyszerű. Egy férfi és egy nő a tárgyaló elrendezéséről beszélget. Hogyan fogják elrendezni az asztalokat? Gyerünk, rendezzük el az asztalokat a holnapi megbeszélésre. Rendben. Tegyük az összes asztalt a szoba közepére? Így mindenki körbe tudja ülni egymással szemben. Az nem jó, mert először csoportos megbeszélés lesz. Tehát válasszuk szét az asztalokat négy részre. Minden csoportban négy ember fog ülni. Oké. És minden asztalra teszek jegyzetfüzeteket és tollakat. Köszönöm. És lesz egy rövid eligazítás kivetítővel a megbeszélés előtt, tehát szükségünk van egy kivetítőre ide. Rendben. És ugye használunk táblát is. Az jó lesz, ha a vászon mellé rakom a táblát? Nos, mi lenne, ha a táblát a vászonnal szembe tennénk? Rakjuk a szoba hátsó részébe. Értem. És ne felejtsd el visszahozni az összes cuccot a megbeszélés után. Tolj össze két asztalt, és rendezd őket négy sorba. Hogyan fogják elrendezni az asztalokat? Egy férfi és egy nő a tárgyaló elrendezéséről beszélget. Hogyan fogják elrendezni az asztalokat? Gyerünk, rendezzük el az asztalokat a holnapi megbeszélésre. Rendben. Tegyük az összes asztalt a szoba közepére? Így mindenki körbe tudja ülni egymással szemben. Az nem jó, mert először csoportos megbeszélés lesz. Tehát válasszuk szét az asztalokat négy részre. Minden csoportban négy ember fog ülni. Oké. És minden asztalra teszek jegyzetfüzeteket és tollakat. Köszönöm. És lesz egy rövid eligazítás kivetítővel a megbeszélés előtt, tehát szükségünk van egy kivetítőre ide. Rendben. És ugye használunk táblát is. Az jó lesz, ha a vászon mellé rakom a táblát? Nos, mi lenne, ha a táblát a vászonnal szembe tennénk? Rakjuk a szoba hátsó részébe. Értem. És ne felejtsd el visszahozni az összes cuccot a megbeszélés után.
Tolj össze két asztalt, és rendezd őket négy sorba. Egy férfi és egy nő az irodaszerekről beszélget. Mit fog rendelni a férfi? Neked kell ellenőrizni az irodaszer készletünket, és egyszer egy hónapban megrendelni azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Nézzük meg most együtt ezzel a listával. Köszönöm. Kezdjük a papírral. Úgy néz ki, hogy csak egy doboz maradt. Nagyon sok papírt használunk minden nap, úgyhogy rendeljünk még két dobozzal. Oké. A nyomtatóból kifogyott a színes tinta. Azt rendeljünk? Ó, az nem gond, mert nem nyomtatunk iratokat színessel. Nem? Rendben. Úgy néz ki, hogy a fehér táblához való néhány filctól van kevés a tinta. Igen, azokat ki kell cserélni. Ha ötös csomag filctollat rendelünk, akkor kapunk kedvezményt, úgyhogy tegyünk úgy. Oké. Ja, és rendelhetnénk egeret is egyidejűleg. Az egerem lassan reagál. Nos, szerintem az azért van, mert fogy ki az elem. Nézzük meg az elemkészletet, és rendeljünk, ha már nem sok van. Biztosan. Nos, három elemünk van itt. Elvihetsz kettőt az egeredbe, de ezeket helyettesíteni vegyél egy hatos csomag elemet. Mit fog rendelni a férfi? Egy férfi és egy nő az irodaszerekről beszélget. Mit fog rendelni a férfi? Neked kell ellenőrizni az irodaszer készletünket, és egyszer egy hónapban megrendelni azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Nézzük meg most együtt ezzel a listával. Köszönöm. Kezdjük a papírral. Úgy néz ki, hogy csak egy doboz maradt. Nagyon sok papírt használunk minden nap, úgyhogy rendeljünk még két dobozzal. Oké. A nyomtatóból kifogyott a színes tinta. Azt rendeljünk? Ó, az nem gond, mert nem nyomtatunk iratokat színessel. Nem? Rendben. Úgy néz ki, hogy a fehér táblához való néhány filctól van kevés a tinta. Igen, azokat ki kell cserélni. Ha ötös csomag filctollat rendelünk, akkor kapunk kedvezményt, úgyhogy tegyünk úgy. Oké. Ja, és rendelhetnénk egeret is egyidejűleg. Az egerem lassan reagál. Nos, szerintem az azért van, mert fogy ki az elem. Nézzük meg az elemkészletet, és rendeljünk, ha már nem sok van. Biztosan. Nos, három elemünk van itt. Elvihetsz kettőt az egeredbe, de ezeket helyettesíteni vegyél egy hatos csomag elemet. Egy nő a turista információn megkérdez egy férfit, hogy hogyan kell a reptérre menni. Hova megy a nő következőnek? Elnézést, a reptérre szeretnék menni. Elmondaná nekem, hogy hogy jutok oda? Természetesen. Van egy pár módja, hogy eljusson oda. Ha az egyes busszal megy, másfél óráig tart az út a reptérre, de ennek a legalacsonyabb a díja. Ha a kettes busszal megy, akkor körülbelül 50 percig tart, mert ez egy non-stop busz, de csak egyszer jár óránként, és egy kicsit drágább. Értem. És mi a helyzet a taxival? Igen, itt van egy taxiállomás a turista információ előtt, és körülbelül egy óráig tart az út. De az sokkal drágább lesz, mint a buszok, mert az autópályát használják, és kiegészítő díjat számítanak fel a nagy csomagokért. Ó, erre nem számítottam. Ez túl drága nekem. Apropó, vásárolt valamit a bevásárlóközpontban az itt tartózkodás alatt? Van egy ingyenes inga járat a bevásárlóközponttól a reptérre azoknak a vásárlóknak, akik vettek valamit. De jó, ezt nem tudtam. Még nem vásároltam, de amúgy is akartam venni ajándékokat. Akkor azzal tud menni. Hova megy a nő következőnek? Egy nő a turista információn megkérdez egy férfit, hogy hogyan kell a reptérre menni. Hova megy a nő következőnek? Elnézést, a reptérre szeretnék menni. Elmondaná nekem, hogy hogy jutok oda? Természetesen. Van egy pár módja, hogy eljusson oda. Ha az egyes busszal megy, másfél óráig tart az út a reptérre, de ennek a legalacsonyabb a díja. Ha a kettes busszal megy, akkor körülbelül 50 percig tart, mert ez egy non-stop busz, de csak egyszer jár óránként, és egy kicsit drágább. Értem. És mi a helyzet a taxival? Igen, itt van egy taxiállomás a turista információ előtt, és körülbelül egy óráig tart az út. De az sokkal drágább lesz, mint a buszok, mert az autópályát használják, és kiegészítő díjat számítanak fel a nagy csomagokért. Ó, erre nem számítottam. Ez túl drága nekem.
Apropó, vásárolt valamit a bevásárlóközpontban az itt tartózkodás alatt? Van egy ingyenes inga járat a bevásárlóközponttól a reptérre azoknak a vásárlóknak, akik vettek valamit. De jó, ezt nem tudtam. Még nem vásároltam, de amúgy is akartam venni ajándékokat. Akkor azzal tud menni. Egy nő és egy beszállító beszél telefonon. Mit fog a nő kapni elsőnek? Szükségem lenne, hogy gyártson és leszállítson még valamennyi pulóvert a jövő havi vásárra. Rendben, mire van szüksége? Szükségünk lenne 1000 darab kisméretű piros pulóverre, és 400 darab közepes méretű piros pulóverre. Ezen kívül szükségünk van 600 darab kisméretű zöld pulóverre, és 200 darab közepes méretű zöld pulóverre a hónap végéig. Piros és zöld pulóver. Az az igazság, hogy kezdünk kifogyni a zöld fonálból, és egy másik beszállítótól kell beszereznünk. Először megcsináljuk a piros pulóvereket. Nem. Együtt kell szállítanunk a piros és a zöld pulóvereket. Tehát arra kérem, hogy csináljon annyi zöld pulóvert, amennyit tud. Rendben. Szerintem most arra tudunk csinálni 200 darab zöld pulóvert. Melyik méretre lenne szüksége előbb? A kisméretre van szükségünk előbb. Elnézést a rövid határidőért, de tényleg szükségünk van a segítségére. Rendben, mindent megteszünk. Szállítjuk azokat a zöldeket és az összes pirosat. Mit fog a nő kapni elsőnek? Egy nő és egy beszállító beszél telefonon. Mit fog a nő kapni elsőnek? Szükségem lenne, hogy gyártson és leszállítson még valamennyi pulóvert a jövő havi vásárra. Rendben, mire van szüksége? Szükségünk lenne 1000 darab kisméretű piros pulóverre és 400 darab közepes méretű piros pulóverre. Ezen kívül szükségünk van 600 darab kisméretű zöld pulóverre és 200 darab közepes méretű zöld pulóverre a hónap végéig. Piros és zöld pulóver. Az az igazság, hogy kezdünk kifogyni a zöld fonálból, és egy másik beszállítótól kell beszereznünk. Először megcsináljuk a piros pulóvereket. Nem. Együtt kell szállítanunk a piros és a zöld pulóvereket. Tehát arra kérem, hogy csináljon annyi zöld pulóvert, amennyit tud. Rendben. Szerintem most arra tudunk csinálni 200 darab zöld pulóvert. Melyik méretre lenne szüksége előbb? A kisméretre van szükségünk előbb. Elnézést a rövid határidőért, de tényleg szükségünk van a segítségére. Rendben, mindent megteszünk. Szállítjuk azokat a zöldeket és az összes pirosat. Egy nő a könyvtárban a kölcsönzési rendszerről érdeklődik. Hány anyagot lehet egyszerre kikölcsönözni? Elnézést! Meg tudnál mondani, hogyan tudok könyveket kölcsönözni? Ez az első alkalom, hogy használja könyvtárunkat? Igen. Nos, akkor elmagyarázom önnek a szabályokat. Ebben a könyvtárban maximum 5 könyvet és 6 CD-t vagy DVD-t lehet kikölcsönözni fejenként, de legfeljebb összesen 10 darabot. A kölcsönzési idő 2 hét, de ha meg szeretné hosszabbítani, azt még a lejárati határidő előtt tegye meg, kérem. Magazinokat és újságokat is tudok kölcsönözni? Újságokat nem, de magazinokat igen, kivéve a legújabb kiadásokat. Visszaküldhetem őket postán is? Sajnos nem tudjuk őket postai úton visszavenni. Kérem, személyesen hozza vissza őket a könyvtárba. Nyitvatartási időn kívül beleteheti őket a bejárat mellett található dobozba. De kérem, ne használja a dobozt, hogyha a kölcsönzési idő már lejárt. Értem. Köszönöm szépen. Hány anyagot lehet egyszerre kikölcsönözni? Egy nő a könyvtárban a kölcsönzési rendszerről érdeklődik. Hány anyagot lehet egyszerre kikölcsönözni? Elnézést! Meg tudnál mondani, hogyan tudok könyveket kölcsönözni? Ez az első alkalom, hogy használja könyvtárunkat? Igen. Nos, akkor elmagyarázom önnek a szabályokat. Ebben a könyvtárban maximum 5 könyvet és 6 CD-t vagy DVD-t lehet kikölcsönözni fejenként, de legfeljebb összesen 10 darabot. A kölcsönzési idő 2 hét, de ha meg szeretné hosszabbítani, azt még a lejárati határidő előtt tegye meg, kérem. Magazinokat és újságokat is tudok kölcsönözni? Újságokat nem, de magazinokat igen, kivéve a legújabb kiadásokat. Visszaküldhetem őket postán is?
Sajnos nem tudjuk őket postai úton visszavenni. Kérem, személyesen hozza vissza őket a könyvtárba. Nyitvatartási időn kívül beleteheti őket a bejárat mellett található dobozba, de kérem, ne használja a dobozt, hogyha a kölcsönzési idő már lejárt. Értem. Köszönöm szépen. Egy férfi utazási biztosítást választ magának. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvár felszerelés egy különleges podgyász, az csak az A csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvár felszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Egy férfi utazási biztosítást választ magának. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvár felszerelés egy különleges podgyász, az csak az A csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvár felszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. Egy nő a főnökének jelent a kérdőívek eredményeiről. Melyik grafikon jeleníti meg a B ágazat alkalmazottait? A múlt héten megkértünk 200 alkalmazottat, hogy válaszoljon egy kérdőívre a sportolási szokásairól. A kérdés arról szólt, hogy hány órát mozognak egy héten. Itt vannak az eredmények. Külön választott az A és a B ágazat eredményeit? Igen, és 4 válasz lehetőség volt. Kevesebb, mint 1 óra, körülbelül 1-2 óra, körülbelül 3-5 óra, és 6 óra vagy több. Tehát mindkét ágazat a körülbelül 1-2 órát válaszolta leginkább. Úgy látszik, hetente egyszer sportolnak. Igen, és a második leggyakoribb válasz a körülbelül 3-5 óra volt az A ágazatnál, de a kevesebb, mint 1 óra a B ágazatnál. A B ágazat alkalmazottainak még 10%-a sem mozog többet, mint 6 óra. Így van. Ezért valamilyen sportesemény szervezésére gondoltam, amihez bárki alkalomszerűen csatlakozhat. Jó ötlet.
és ez egy jó lehetőség az alkalmazottaknak, hogy jó hatással legyenek egymásra, ami a sportolási szokásokat illeti. Rendben, önre bízom. Köszönöm. Megteszem, ami tőlem telik. Melyik grafikon jeleníti meg a B ágazat alkalmazottait? Egy nő a főnökének jelent a kérdőívek eredményeiről. Melyik grafikon jeleníti meg a B ágazat alkalmazottait? A múlt héten megkértünk 200 alkalmazottat, hogy válaszoljon egy kérdőívre a sportolási szokásairól. A kérdés arról szólt, hogy hány órát mozognak egy héten. Itt vannak az eredmények. Külön választotta az A és a B ágazat eredményeit? Igen, és 4 válasz lehetőség volt. Kevesebb, mint 1 óra, körülbelül 1-2 óra, körülbelül 3-5 óra, és 6 óra vagy több. Tehát mindkét ágazat a körülbelül 1-2 órát válaszolta leginkább. Úgy látszik, hetente egyszer sportolnak. Igen, és a második leggyakoribb válasz a körülbelül 3-5 óra volt az A ágazatnál, de a kevesebb, mint 1 óra a B ágazatnál. A B ágazat alkalmazottainak még 10%-a sem mozog többet, mint 6 óra. Így van. Ezért valamilyen sportesemény szervezésére gondoltam, amihez bárki alkalomszerűen csatlakozhat. Jó ötlet. És ez egy jó lehetőség az alkalmazottaknak, hogy jó hatással legyenek egymásra, ami a sportolási szokásokat illeti. Rendben, önre bízom. Köszönöm. Megteszem, ami tőlem telik. Egy diákfiú és egy diáklány önkéntes tevékenységekről beszélgetnek. Milyen tevékenységhez fognak csatlakozni? Úgy hallottam, hogy ezen a foglalkozáson egy önkéntes tevékenységhez fogunk csatlakozni, és beszámolót fogunk róla írni. Én is hallottam. És ugye bármilyen tevékenységet választhatunk, ami érdekel minket. Te mit fogsz csinálni? Még nem döntöttem el. A szociális gondozó érdekes lehet, mert olyat szeretnék, ami emberekkel kapcsolatos. Te már választottál? Még nem. Engem a környezettel kapcsolatos dolgok érdekelnek. Ezért valami olyat keresek, mint a természetvédő csoportok. Mint a szemétszedés? Tulajdonképpen az is jó, de jobban szeretnék csoportos elfoglaltságot, mint egyénit. Talán valami olyasmit, ahol vezetési tapasztalatot is tudok szerezni. Értem. Ismerek valakit, aki egy csoporttal dolgozik. Fákat ültetnek gyerekekkel. Érdekel? Igen, ez tökéletesen hangzik. És ez egy nagyszerű lehetőség, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Te nem akarod ezt csinálni velem? Talán. De ha lehetséges, akkor kipróbálnék valami gondozással kapcsolatosat. Szívesen segítenék időseknek, vagy valamilyen fogyatékkal élőknek. Most jut eszembe, hogy az anyukám az idős szomszédoknak segít a mindennapi teendőkben. Van kedved segíteni? Igen, van. Milyen tevékenységhez fognak csatlakozni? Egy diákfiú és egy diáklány önkéntes tevékenységekről beszélgetnek. Milyen tevékenységhez fognak csatlakozni? Úgy hallottam, hogy ezen a foglalkozáson egy önkéntes tevékenységhez fogunk csatlakozni, és beszámolót fogunk róla írni. Én is hallottam. És ugye bármilyen tevékenységet választhatunk, ami érdekel minket. Te mit fogsz csinálni? Még nem döntöttem el. A szociális gondozó érdekes lehet, mert olyat szeretnék, ami emberekkel kapcsolatos. Te már választottál? Még nem. Engem a környezettel kapcsolatos dolgok érdekelnek. Ezért valami olyat keresek, mint a természetvédő csoportok. Mint a szemétszedés? Tulajdonképpen az is jó, de jobban szeretnék csoportos elfoglaltságot, mint egyénit. Talán valami olyasmit, ahol vezetési tapasztalatot is tudok szerezni. Értem. Ismerek valakit, aki egy csoporttal dolgozik. Fákat ültetnek gyerekekkel. Érdekel? Igen, ez tökéletesen hangzik. És ez egy nagyszerű lehetőség, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Te nem akarod ezt csinálni velem? Talán. De ha lehetséges, akkor kipróbálnék valami gondozással kapcsolatosat. Szívesen segítenék időseknek, vagy valamilyen fogyatékkal élőknek. Most jut eszembe, hogy az anyukám az idős szomszédoknak segít a mindennapi teendőkben. Van kedved segíteni? Igen, van.
Egy szupermarket vezetője az alkalmazottjával beszél. Hogyan fogják elrendezni a péksüteményeket? Az új sajtos kenyér nem fogy annyira, ugye? Nem annyira. Talán azért, mert a legfelső polcon voltak. Igen, talán túl magasan volt az idősebb emberek számára. Valószínűleg nem is látták. Mi lenne, ha a középső polcra raknánk őket? Jól hangzik. Így azt fogják látni elsőnek, amikor bejönnek a boltba. És miért nem rakunk egy piros terítőt a polcra, hogy lássák, hogy ez az új kenyerünk? Rendben. Akkor viszont a croissantokat el kell raknunk valahova máshova. Alulra vagy felülre? Azt hiszem, hogy a legnépszerűbb terméket kellene a felső polcra tennünk. Az akkor is fogyni fog, ha nem olyan könnyű észrevenni. Akkor annak a francia vekni kenyérnek kell lennie. És mi lenne, ha beleállítanánk őket egy kosárba? Jó ötlet, csináljuk meg. Tehát a croissantnak kell alul lennie. Megpróbálod elhelyezni őket? Milyen lett? Jól néz ki. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz a jövő heti eladásokra. Hogyan fogják elrendezni a péksüteményeket? Egy szupermarket vezetője az alkalmazottjával beszél. Hogyan fogják elrendezni a péksüteményeket? Az új sajtos kenyér nem fogy annyira, ugye? Nem annyira. Talán azért, mert a legfelső polcon voltak. Igen, talán túl magasan volt az idősebb emberek számára. Valószínűleg nem is látták. Mi lenne, ha a középső polcra raknánk őket? Jól hangzik. Így azt fogják látni elsőnek, amikor bejönnek a boltba. És miért nem rakunk egy piros terítőt a polcra, hogy lássák, hogy ez az új kenyerünk? Rendben. Akkor viszont a croissantokat el kell raknunk valahova máshova. Alulra vagy felülre? Azt hiszem, hogy a legnépszerűbb terméket kellene a felső polcra tennünk. Az akkor is fogyni fog, ha nem olyan könnyű észrevenni. Akkor annak a francia vekni kenyérnek kell lennie. És mi lenne, ha beleállítanánk őket egy kosárba? Jó ötlet, csináljuk meg. Tehát a croissantnak kell alul lennie. Megpróbálod elhelyezni őket? Milyen lett? Jól néz ki. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz a jövő heti eladásokra. Egy férfi és egy nő bankokról beszélgetnek. Melyik bankot fogja választani a nő? Arra gondoltam, hogy nyitok egy új bankszámlát, mivel új mellékállásom lett. Szerinted melyik bank jó? Nos, attól függ, hogy mit szeretnél. Például az A banknak és a B banknak sok alfiókja és ATM-je van. Ezekkel kényelmesebb pénzt utalni. De az A banknál mindig van kezelési költség, ha használom az ATM-et. A B banknál lehet az ATM-et hétköznap használni, kezelési költség nélkül. Értem. Ha már az ATM díjakról van szó, a C banknál mindig ingyenes a pénzfelvétel, bár nekik nincs túl sok ATM-jük. Igen, de az nem igazán tetszik, hogy nincs annyi ATM-jük. Egyébként a legmagasabb kamatot a D bank adja. Tényleg? De ezt a bankszámlát csak a mellékállásomból származó jövedelmemhez fogom használni, és nem tervezek sok pénzt betenni rá. Akkor azt válaszd, amelyiknek sok az ATM-je és alacsony a kezelési költség. Rendben, köszönöm a tanácsot. Melyik bankot fogja választani a nő? Egy férfi és egy nő bankokról beszélgetnek. Melyik bankot fogja választani a nő? Arra gondoltam, hogy nyitok egy új bankszámlát, mivel új mellékállásom lett. Szerinted melyik bank jó? Nos, attól függ, hogy mit szeretnél. Például az A banknak és a B banknak sok alfiókja és ATM-je van. Ezekkel kényelmesebb pénzt utalni. De az A banknál mindig van kezelési költség, ha használom az ATM-et. A B banknál lehet az ATM-et hétköznap használni, kezelési költség nélkül. Értem. Ha már az ATM díjakról van szó, a C banknál mindig ingyenes a pénzfelvétel, bár nekik nincs túl sok ATM-jük. Igen, de az nem igazán tetszik, hogy nincs annyi ATM-jük. Egyébként a legmagasabb kamatot a D bank adja. Tényleg? De ezt a bankszámlát csak a mellékállásomból származó jövedelmemhez fogom használni. És nem tervezek sok pénzt betenni rá.
Akkor azt válaszd, amelyiknek sok az ATM-je és alacsony a kezelési költség. Rendben, köszönöm a tanácsot. Egy férfi és egy nő a városnézési útvonalokat tervezik. Milyen sorrendben mennek végig a városon? Melyik utat válasszuk holnap? Nagyon szeretnék elmenni a múzeumba, a várba és a csillagvizsgálóba. Útközben szuveníreket is akarok vásárolni. A múzeum 8-tól 6-ig van nyitva, a vár 9-től 4-ig. A csillagvizsgáló úgy tűnik, reggel 9-től este 9-ig van nyitva. A várban kétszer van különleges idegenvezetős túra. Ezek délben és 2 órakor kezdődnek. Ezek közül valamelyiken részt akarok venni. Szerintem ezekre a túrákra előre kell helyet foglalni. Meg tudod nézni interneten? Igen. Ó, amelyik délben kezdődik, az már betelt. Foglaljunk a 2 órásira? Oké, arra mehetünk ebéd után. Akkor hova akarsz menni először? A múzeumba vagy a csillagvizsgálóba? Nagyon szeretném látni az esti kilátást. Mi lenne, ha 4-ig maradnánk a kastélyban, és akkor mennénk a csillagvizsgálóba, amikor már sötét van? Jó ötlet. Oké, akkor ebédeljünk a múzeum éttermében, aztán vásárolhatunk szuvenyíreket, mielőtt kezdődik a várban a túra. Tökéletes. Milyen sorrendben mennek végig a városon? Egy férfi és egy nő a városnézési útvonalokat tervezik. Milyen sorrendben mennek végig a városon? Melyik utat válasszuk holnap? Nagyon szeretnék elmenni a múzeumba, a várba és a csillagvizsgálóba. Útközben szuvenyíreket is akarok vásárolni. A múzeum 8-tól 6-ig van nyitva, a vár 9-től 4-ig. A csillagvizsgáló úgy tűnik, reggel 9-től este 9-ig van nyitva. A várban kétszer van különleges idegenvezetős túra. Ezek délben és 2 órakor kezdődnek. Ezek közül valamelyiken részt akarok venni. Szerintem ezekre a túrákra előre kell helyet foglalni. Meg tudod nézni interneten? Igen. Ó, amelyik délben kezdődik, az már betelt. Foglaljunk a 2 órásira? Oké, arra mehetünk ebéd után. Akkor hova akarsz menni először? A múzeumba vagy a csillagvizsgálóba? Nagyon szeretném látni az esti kilátást. Mi lenne, ha 4-ig maradnánk a kastélyban, és akkor mennénk a csillagvizsgálóba, amikor már sötét van? Jó ötlet. Oké, akkor ebédeljünk a múzeum éttermében, aztán vásárolhatunk szuvenyíreket, mielőtt kezdődik a várban a túra. Tökéletes. Egy nő a tervező osztályról a kutató és fejlesztő osztályon dolgozó kollégájával beszélget. Válassza ki, melyik csomagolás mellett döntöttek. Azt szeretnénk, ha az új csokoládé termékeinkhez terveznétek csomagolást. Egyszerre szeretnénk piacra dobni 2 terméket. Az egyik édes csokoládé 30%-os kakaótartalommal, a másik egy keserédes 80%-os kakaótartalommal. Értem. Szóval azt akarjuk, hogy feltűnőek legyenek a 30% és 80% betűk? Igen. Mondjuk tehetnénk őket a csomagolás közepére, vagy használhatnánk más színt. Oké. Az édes csokoládénál mi lenne, ha piros dobozt használnánk, és fekete betűkkel írnánk rá, hogy 30%. A keserédesnél használhatnánk fekete dobozt, amin piros betűkkel lenne a 80%. Mi lenne, ha aranybetűket használnánk mindkettőnél? Szerintem az jobban kifejezi a luxusimást. Jó ötlet. Szerintem a betűk legyenek fehér keretesek, hogy feltűnőbbek legyenek. Ami az elrendezést illeti. Jó az úgy, ha a bal felső sarokba írjuk, hogy kakaó, aztán középre jön egy kép a csokoládéról, aztán a százalék a jobb alsó sarokban. Igen, és kérlek használjatok nagyobb betűtípust a százalékhoz. Azt is szeretném, ha más betűtípussal lenne, mint a termék neve, és legyen merész. Rendben. Küldünk egy e-mailt, ha készen lesznek a csomagolások. Mikorra kell? Ha lehetséges, meg tudjátok csinálni e hét végéig? E hét végéig? Rendben, megpróbáljuk. Válassza ki, melyik csomagolás mellett döntöttek. Egy nő a tervező osztályról
A kutató és fejlesztő osztályon dolgozó kollégájával beszélget. Válassza ki, melyik csomagolás mellett döntöttek. Azt szeretnénk, ha az új csokoládé termékeinkhez terveznétek csomagolást. Egyszerre szeretnénk piacra dobni két terméket. Az egyik édes csokoládé 30%-os kakaótartalommal, a másik egy keserédes 80%-os kakaótartalommal. Értem. Szóval azt akarjuk, hogy feltűnőek legyenek a 30% és 80% betűk? Igen. Mondjuk tehetnénk őket a csomagolás közepére, vagy használhatnánk más színt. Oké. Az édes csokoládénál mi lenne, ha piros dobozt használnánk, és fekete betűkkel írnánk rá, hogy 30%? A keserédesnél használhatnánk fekete dobozt, amin piros betűkkel lenne a 80%. Mi lenne, ha aranybetűket használnánk mindkettőnél? Szerintem az jobban kifejezi a luxusimást. Jó ötlet. Szerintem a betűk legyenek fehér keretesek, hogy feltűnőbbek legyenek. Ami az elrendezést illeti. Jó az úgy, ha a bal felső sarokba írjuk, hogy kakaó, aztán középre jön egy kép a csokoládéról, aztán a százalék a jobb alsó sarokban. Igen, és kérlek használjatok nagyobb betűtípust a százalékhoz. Azt is szeretném, ha más betűtípussal lenne, mint a termék neve, és legyen merész. Rendben. Küldünk egy e-mailt, ha készen lesznek a csomagolások. Mikorra kell? Ha lehetséges, meg tudjátok csinálni e hét végéig? E hét végéig? Rendben, megpróbáljuk. Egy kávézó személyzete az eladási eredményekről beszélget. Válassza ki, melyik grafikonról van szó. Jók voltak az eladási mutatóink december és február között. Igen. A limitált kiadású termékek nagyon jól fogytak. De kár, hogy az új termék, amit márciusban dobtunk piacra, nem volt annyira sikeres, és lehúzta az eladási mutatókat. Lassú volt az eladás októberben és márciusban. Általánosságban egyenletesen emelkedtek az eladási mutatóink, de a második fél évben az októberi eladások voltak a legrosszabb havi eladási mutatók. Az egyik konkurensünk nyitott egy új kávézót ezen a környéken októberben, és kezdetben odavonzották a vásárlóinkat. Örömmel látom, hogy kezdenek visszatérni a vásárlóink. Igen, a vásárlóink nem és életkor szerinti adatai azt mutatják, hogy vásárlóink több mint fele 20 és 30 év közötti nő. Ez azt jelenti, hogy ki kell találnunk néhány új kampányötletet, amivel magunkhoz vonzuk ezeket a vásárlókat. A hagyományos kávétermékeink mellett ajánlhatnánk többfajta desszertet is. Igen, de vásárlóink 20%-a 20 és 30 közötti férfi. Az őket vonzó szolgáltatásokra is gondolnunk kell. Értem. Például ingyen wifi esetleg jó lenne az üzletembereknek. Értem. Gondoljuk ezt át. Válassza ki, melyik grafikonról van szó. Egy kávézó személyzete az eladási eredményekről beszélget. Válassza ki, melyik grafikonról van szó. Jók voltak az eladási mutatóink december és február között. Igen, a limitált kiadású termékek nagyon jól fogytak. De kár, hogy az új termék, amit márciusban dobtunk piacra, nem volt annyira sikeres, és lehúzta az eladási mutatókat. Lassú volt az eladás októberben és márciusban. Általánosságban egyenletesen emelkedtek az eladási mutatóink, de a második fél évben az októberi eladások voltak a legrosszabb havi eladási mutatók. Az egyik konkurensünk nyitott egy új kávézót ezen a környéken októberben, és kezdetben odavonzották a vásárlóinkat. Örömmel látom, hogy kezdenek visszatérni a vásárlóink. Igen, a vásárlóink nem és életkor szerinti adatai azt mutatják, hogy vásárlóink több mint fele 20 és 30 év közötti nő. Ez azt jelenti, hogy ki kell találnunk néhány új kampányötletet, amivel magunkhoz vonzzuk ezeket a vásárlókat. A hagyományos kávétermékeink mellett ajánlhatnánk többfajta desszertet is. Igen, de vásárlóink 20%-a 20 és 30 közötti férfi. Az őket vonzó szolgáltatásokra is gondolnunk kell. Értem. Például ingyen wifi esetleg jó lenne az üzletembereknek. Értem. Gondoljuk ezt át. Egy férfi panaszt tesz interneten vásárolt áruval kapcsolatban.
Mit fog kicserélni? Tessék, ügyfélszolgálat. Elnézést, most jött meg a rendelésem, de ez nem az, amit én rendeltem. Elnézést kérünk. Mi a probléma? 3 gombos zakót rendeltem, de amit kaptam, azon csak 2 gomb van. Értem, biztosan másik szabás. Nagyon sajnáljuk. Azonnal kicseréljük. Vissza tudná küldeni utánvétellel? Igen, illetve ez a póló máshogy néz ki, mint az, amit a weboldalukon láttam. Nem erre számítottam. Szóval ezt is vissza szeretném küldeni. Miben más? Azt hittem, hogy gallér nélküli póló, de kiderült, hogy galléros teniszpóló. Értem. Levágta már az árcédulát? Igen, de ez tényleg nem az, mint ami a képen van. Visszaküldhetem így is? Uram, ebből a pólóból van galléros és gallér nélküli is. A rendszerünk azt mutatja, hogy ön a gallérosat választotta ki. Tényleg? Akkor biztos a rossz darabra kattintottam. Ha az árcédula rajta van, akkor tudjuk kicserélni a terméket. De sajnos, ha levágta, akkor ez már nem fog menni. Értem. Akkor kicserélnéd csak a zakót? Természetesen. Elnézést a kellemetlenségért. Mit fog kicserélni? Egy férfi panaszt tesz interneten vásárolt áruval kapcsolatban. Mit fog kicserélni? Tessék, ügyfélszolgálat. Elnézést, most jött meg a rendelésem, de ez nem az, amit én rendeltem. Elnézést kérünk. Mi a probléma? 3 gombos zakót rendeltem, de amit kaptam, azon csak 2 gomb van. Értem, biztosan másik szabás. Nagyon sajnáljuk. Azonnal kicseréljük. Vissza tudná küldeni utánvétellel? Igen, illetve ez a póló máshogy néz ki, mint az, amit a weboldalukon láttam. Nem erre számítottam. Szóval ezt is vissza szeretném küldeni. Miben más? Azt hittem, hogy gallér nélküli póló, de kiderült, hogy galléros teniszpóló. Értem. Levágta már az árcédulát? Igen, de ez tényleg nem az, mint ami a képen van. Visszaküldhetem így is? Uram, ebből a pólóból van galléros és gallér nélküli is. A rendszerünk azt mutatja, hogy ön a gallérosat választotta ki. Tényleg? Akkor biztos a rossz darabra kattintottam. Ha az árcédula rajta van, akkor tudjuk kicserélni a terméket. De sajnos, ha levágta, akkor ez már nem fog menni. Értem. Akkor kicserélnéd csak a zakót? Természetesen. Elnézést a kellemetlenségért. Welcome to Hungarian Top Words. This is your host Lena, and today we are going to learn top 25 verbs. Let's go! Van. To be. Our first word is van, to be. Egy macska van a kertben. There is a cat in the garden. Kedvel, to like. Kedvel, to like. Nagyon kedvelem a szomszédaim. I really like my neighbors. Or I don't know my neighbors. Yeah, that's the truth. Csinál, to do. Csinál, to do. Csinálok pár felülést. I do a few sit-ups. Mond, to say. Mond, to say. Mit mondtál? Hánykor kezdődik? What did you say? What time does it start? Magyaráz, to explain. Magyaráz. To explain. A tanár elmagyarázza a feladatot. The teacher explains the task. Hall. To hear. Hall. To hear. Hallod, milyen hangos a zene? Can you hear how loud the music is? Megy. To go. Megy. To go. Holnap megyek kocogni. Ma nincs időm rá. I go jogging tomorrow. I don't have time for it today. Tud. To know. Tud. To know. Ki tudja még rajtad kívül? Who knows it besides you? Vesz. To take. Vesz. To take. Te vetted el a könyvet innen? Did you take the book from here? Lát.
to see. Lát, to see. Nem látom rendesen, hogy mi van odaírva. I can't see well what's written there. Jön, to come. Jön, to come. Péter nem jön ma moziba velünk. Peter won't come to the cinema with us today. Gondol, to think. Gondol, to think. Csak a hétvégére tudok gondolni. I can only think of the weekend. Néz, to look. Néz, to look. Anna a kirakatban levő ruhákat nézi. Anna is looking at the clothes in the shop window. Akar, to want. Akar, to want. Nem akarok fogorvoshoz menni. I don't want to go to the dentist. It's a common issue. Ad, to give. Ad, to give. Adni mindig jó. Giving is always good. Használ, to use. Használ, to use. Milyen okos telefont használsz? What kind of smartphone do you use? Talál, to find. Talál, to find. Nem találom a szemüvegem. I can't find my glasses. Kimegy, to go out. Kimegy, to go out. Kimegyek a parkba sétálni. I go out to the park for a walk. Do you like walking? Kérdez, to ask. Kérdez, to ask. Ha nem tudod a választ, kérdezd meg. If you don't know the answer, ask. Dolgozik, to work. Dolgozik, to work. A szobatársam kórházban dolgozik. My roommate works at the hospital. Belép, to enter. Belép, to enter. Egy férfi belépett a szobába. A man entered the room. Érez, to feel. Érez, to feel. Remekül érzem magam. I feel great. Megpróbál, to try. Megpróbál, to try. Megpróbáltam tortát sütni, de nem sikerült. I tried to bake a cake, but I failed. Hagy, to leave. Hagy, to leave. A rendőrök elhagyták a helyszínt. Policeman left the scene. Heave, to call. Heave, to call. Hány órakor hívtál? What time did you call me? And that's the end! Thank you for tuning in and watching this video. Please check out HungarianPod101.com for more Hungarian content. And you can see awesome videos, listening to great audio lessons. And don't forget to subscribe and tell us in the comments which verb was your favorite one. See you next time! Hi everyone, this is your host Lena again, and today we're going to learn 10 phrases you always want to hear. Let's go! Ma nagyon jól nézel ki. You look great today. Ma nagyon jól nézel ki. You look great today. Say it to someone you want to cheer up, or like you meet someone who is dressed up really nice, looking great, and then just say, ma nagyon jól nézel ki, and they'll be super happy. Hiányzol, I miss you. Hiányzol, I miss you. I don't know any situation, I'm not dramatic. I miss people, but it's like, I don't know, when I hear this word and even the English, it's like I imagine some like romantic drama and like, you know, people freaking out about each other and things like that. Nagyszerű munkát végeztél.
You did a great job. Nagyszerű munkát végeztél. You did a great job. If I want to tell this sentence to our HungarianPod101.com users, then I would say, Nagyszerű munkát végeztetek. Bónuszt kapunk a hónap végén. We are going to get a bonus at the end of the month. Bónuszt kapunk a hónap végén. We are going to get a bonus at the end of the month. Yay! Te egy remek szakács vagy. You're an excellent cook. Te egy remek szakács vagy. You're an excellent cook. I like cooking, so when someone says it to me, I'm really happy. How about you? Are you enjoying cooking? Have you ever heard this from anyone? Please let us know. Tarts egy kis szünetet. Ma én takarítok. Take a break. I'll do the cleaning today. Tarts egy kis szünetet. Ma én takarítok. Take a break. I'll do the cleaning today. Who doesn't like to hear this? Seriously. Yeah. I want to hear it more often. Igazad volt. You were right. Igazad volt. You were right. I think this expression is something what people don't really like to admit. Do you say you were right to someone in a situation? Let us know. Hoztam neked valami különlegeset. I brought you something special. Hoztam neked valami különlegeset. I brought you something special. I brought you something special this lesson. Ma hamarabb mehetünk haza. We can go home earlier today. Ma hamarabb mehetünk haza. We can go home earlier today. This was the magic sentence at school when our lesson was cancelled and people felt like, yes, you hit like lottery or something. It was a really good feeling, so, you know, it's always a good thing if you can go home earlier. Hogy csak, a vendégem voltál. Don't worry about it, you were my guest. Hogy csak, a vendégem voltál. Don't worry about it, you were my guest. Again, it's something very nice to hear from someone. And this is the end. I hope you enjoyed this video. Please let us know which one you prefer to hear from someone or which one you often use. Leave us a comment. Don't forget to subscribe and like this video. Also, visit our site HungarianPod101.com for more content and see you next time. Bye! Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. Hi everyone, this is Top Words in Hungarian and we are going to see and learn top 25 Hungarian phrases. Szia, hello. The first one is szia, which means hello. Szia, but if I say it to all of the viewers, then I would say sziasztok. And this is an informal way of greeting people, so please use it with someone who's the same age as you or younger than you. You can use it with people who are older than you or in more high position, just in case they allow you to use this informal way. They usually say that, yeah, you can greet me like this or you can call me like that, and then it's a green light for saying szia. If you address more than one person, you should say sziasztok. So this is how you greet a group of people. Jó reggelt, good morning. Jó reggelt, good morning. This is what you say in the morning. It's usually used in Hungary from early morning until around 11 a.m. And it literally means
good morning. Jó means good and reggel means morning. Jó napot. Good afternoon. Jó napot. Good afternoon. You use this after jó reggelt, so from around 11 a.m. This also literally means good day. Jó means good and nap means day. Don't use it with kids because it would sound a little bit weird. But yeah, in general, you can use it with strangers. Just greet them. Jó napot, good afternoon. And yeah, jó éjszakát, good night. Jó éjszakát, good night. This is what you say before going to sleep, or when you part with someone in the evening and you won't meet again until the next day. So jó means good and éjszaka means night. So jó éjszakát means good night. Mi a neved? What's your name? Mi a neved? What's your name? Mi a neved is an informal way to ask someone's name. If you would like to be more formal, please use mi a neve. Én vagyok. I'm. Én Léna vagyok. I'm Léna. This is how you introduce yourself. So you have to use én, which means I am, and then say your name, and then vagyok, which is to be in Hungarian. So én Léna vagyok. I'm Léna. You know, you can use it either in a formal or an informal situation. Örvendek. Nice to meet you. Örvendek. Nice to meet you. You use örvendek, nice to meet you, in a more formal situation. When you just greet friends or friends of your friends, you don't necessarily need to say this, otherwise you'll sound a little bit formal. But it's not totally wrong, it's just you wouldn't sound as friendly. Hogy vagy? How are you? Hogy vagy? How are you? This is an informal way to ask this question, and if you would like to be more formal, please use hogy van. So informal is hogy vagy, and then more formal is hogy van. Köszönöm jól, és te? I'm fine, thanks. And you? Köszönöm jól, és te? I'm fine, thank you. And you? This is how you respond when someone asks you, how are you in Hungarian? Hogy vagy? So let's see a situation. Hogy vagy? Köszönöm jól, és te? Kérem, please. Kérem, please. This can be used either at the beginning of the sentence or what you want to say, or at the end. For example, kérem, hozzon egy menüt. Please bring me a menu. Or you can use it as ne tegye oda a táskáját, kérem. Don't put your bag there, please. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Thank you. This is a very common way to say thank you. There are different levels to say thank you, so you can add an extra word in front or at the end or both ways. So for instance, nagyon köszönöm means thank you very much. Szívesen, you're welcome. Szívesen, you're welcome. You say this after you hear someone saying thank you to you and you were happy to help out or give them something, and then you just say szívesen. Igen, yes. Igen, yes. Szereted a macskákat? Do you like cats? Igen, yes. Nem, no. Nem, no. Szereted a pókokat? Do you like spiders? Nem, no. Okay, okay, okay.
Okay. This word comes from English. Probably it's easier for Hungarian speakers to pronounce it that way. So we just say a sound E at the end. So it sounds okay instead of okay. Elnézést, excuse me. Elnézést, excuse me. You can say it in different situations. You can say it when you're at the restaurant and you would like to call the waiter, or you can say it in a store when you would like to catch the shop assistant attention, or you can even say it if you bump into someone accidentally and you want to say, you know, excuse me. It's pretty universal, so elnézést means excuse me. Bocsánat, I'm sorry. Bocsánat, I'm sorry. When you say bocsánat, it's more like you mean it more. So please use it when you're sorry for something that you've done, a mistake, or you hurt somebody. Or you can use it as well when you're walking down the street and you step on someone's feet, then you can say bocsánat as well. Mennyi az idő? What time is it? Mennyi az idő? What time is it? This is neither formal or informal, so you can ask it from anyone. Yeah, it's pretty simple. Just say mennyi az idő when you are asking for the time. Merre van a mosdó? Where is the restroom? Merre van a mosdó? Where is the restroom? This is a very, very useful phrase. So merre van a mosdó? When you're looking for the restroom, obviously. So if you're in a situation that you need to go, just pop this question out and you will know. Várj egy pillanatot. Wait a moment. Várj egy pillanatot. Wait a moment. Yeah, if you want to shorten it up, then you can just say várj, or in a formal way, várjon. So even though this phrase, wait a moment, sounds a bit formal in English, actually, várj egy pillanatot is an informal way to say it in Hungarian because of the verb in it, to wait, várj. It's an informal way to ask somebody to wait. If you would like to say it in a more formal way, or when you're at the store, you have to use, or you will most likely to hear, várjon egy pillanatot. Ez mennyibe kerül? How much is this? Ez mennyibe kerül? How much is this? You can use this question at the store when you're not sure about the price and there is no price tag. Just ask the shop assistant. Ez mennyibe kerül? Segítség! Help! Segítség! Help! When someone attacks you, or you're in a situation that you need help, that you're about to faint away or something, just scream segítség, and then someone will notice it and they will help you. Segítség! Nem tudom. I don't know. Nem tudom. I don't know. I don't know what to say. Nem tudom, mit mondjak. Később találkozunk. See you later. Később találkozunk. See you later. This is what I'm going to say at the end. Viszontlátásra. Goodbye. Viszontlátásra. Goodbye. If you want to be less formal, you can say viszlát, but it's still in the formal group. If you want to say bye to your friends, just say hello,
or szia. It works both ways, so it's pretty convenient. That's how you say bye to your friends, or you say viszontlátásra or viszlát to someone that you don't know. And that's the end. Thank you very much for watching this video. Please check out our website, HungarianPod101.com, for more awesome content in Hungarian. Don't forget to subscribe and give us a like if you like the video. And tell us in the comment section which was your favorite phrase. Hello everyone, this is Lena and this is Hungarian Top Words. Today we are going to learn 10 phrases to amaze native speakers. Köszönöm, de igazság szerint nem ez az anyanyelvem. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Köszönöm, de igazság szerint nem ez az anyanyelvem. Thank you, but I'm not a native speaker actually. If you are super fluent in the language and then people comment or even think that you are from that country and then you say that, then people are going to be really surprised. Mindössze egy évbe telt, hogy megtanuljak folyékonyan beszélni. It took me only 1 year to become fluent. Mindössze egy évbe telt, hogy megtanuljak folyékonyan beszélni. It took me only 1 year to become fluent. When people ask you how long have you been studying a language and then you say it took you just a year to become fluent, then it's definitely impressive. 3 éven belül anyanyelvi szinten fogok magyarul beszélni. I'll speak Hungarian like a native speaker in 3 years. 3 éven belül anyanyelvi szinten fogok magyarul beszélni. I'll speak Hungarian like a native speaker in 3 years. Please challenge yourself and let us know if it worked out. I'm really curious how long it took for our viewers to get in, not only into native level, but like just conversational level. Try it. 10 éve tanulok magyarul. I've been learning Hungarian for 10 years. 10 éve tanulok magyarul. I've been learning Hungarian for 10 years. How about you? How long have you been studying Hungarian? Please let us know in the comment section. Magyar filmeket felirat nélkül is tudok nézni. I can watch Hungarian movies without subtitles. Magyar filmeket felirat nélkül is tudok nézni. I can watch Hungarian movies without subtitles. To be able to watch Hungarian movies without subtitles, I think you have to be pretty much on a native speaker level. Depends on the movie too, but sometimes you hear slangs or regional language, then that could be a little bit difficult to understand. I think it's a good challenge to try how fluent you are to watch a movie without the subtitles and then, for example, have a discussion with your friends about the movie afterwards. That could be a really good practice. Meg tudok jegyezni 50 magyar szót egy nap alatt. I can memorize 50 Hungarian words a day. Meg tudok jegyezni 50 magyar szót egy nap alatt. I can memorize 50 Hungarian words a day. Memorizing 50 words a day is pretty impressive. I think I've never tried that much. A magyar nyelv szórakoztató és könnyen tanulható. Hungarian is fun and easy to learn. A magyar nyelv szórakoztató és könnyen tanulható. Hungarian is fun and easy to learn. That's right. Hungarian language is very interesting, I think. We have a lot of sounds, various ways how we can talk about something or even say a word. Because of that, our literature is pretty rich as well. If you're looking for a fun language, which is not really widespread yet, then please try out Hungarian. A magyar nyelven kívül
egyéb nyelveken is beszélek. Apart from knowing Hungarian, I can speak a few other languages as well. A magyar nyelven kívül egyéb nyelveken is beszélek. Apart from knowing Hungarian, I can speak a few other languages as well. I speak Hungarian, English, and Japanese fluently. How about you? How many languages do you speak? Magamtól tanulok magyarul. I'm learning Hungarian all by myself. Magamtól tanulok magyarul. I'm learning Hungarian all by myself. That's very impressive, I think, if people ask you, how do you study Hungarian? And if you say, oh, it's all by myself because I'm interested, then they'll be both happy and impressed. I wonder if there are any sources in your country to study Hungarian, or are you going to language school, or do you take lessons from a teacher, or are you just studying on your own? I'm very interested, so please let us know in the comment section. Gyakran beszélek magyarul álmomban. I often speak in Hungarian in my dream. Gyakran beszélek magyarul álmomban. I often speak in Hungarian in my dream. That's a very interesting thing, that if you get to that level that you start to think and even dream in a foreign language, then probably you're really good at it. And this is the end of our list. If someone speaks your language and then they say one of these phrases, then how would you react? Please write about it in the comment section, and please like the video. Don't forget to subscribe. Check HungarianPod101.com for more Hungarian content, and see you in the next video. Bye-bye.